Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek, én Halász Áron vagyok, a Kerékpáros Klub elnök helyettes szóvivője, és szeretném megköszönni, hogy ennyien eljöttetek. Nagyon jó, hogy végre vége van ennek a vírusnak, állítólag, elvileg, reméljük, és hogy össze tudtunk itt jönni. Sajnos elmaradtak a tavaszi rendezvények, az iBike Budapest felvonulás és a többiek, viszont most itt vagyunk László János 71. születésnapja alkalmából, amiről megjegyezném, hogy múlt héten volt, de mára szerveztük meg. Igyekeztünk egy nagyon izgalmas programot összehozni. Első körben még meg szeretném köszönni a Dürernek a befogadást, hogy nagyon örülünk, hogy van még olyan hely Budapesten, amelyik a nem rögtön profitot, hanem a társadalmi profitot is termelő kezdeményezéseket segíti, és arra biztatnánk mindenkit, hogy segítsétek ti is a Dürer kertet, hogy még nagyon sokáig tudjanak kerékpáros rendezvényeknek otthont adni. Ott oldalt meg tudjátok tenni. Itt oldalt van egy kerékpáros klubos adománypult, iBike Budapestes pólókkal készültek a srácok, illetve jól látom, ilyen metrópótlós tábláik is vannak. Hát a kerékpáros klubot nem tudom mennyire ismeritek, azért dolgozunk, hogy kényelmesebben tudjanak kerékpározni azok, akik itt tesznek, és akik még nem kerékpároznak, ők bátran el tudjanak indulni. Nagyon sokféle tekintetben dolgozunk azon, hogy ennek a feltételei javuljanak. Nagyon szeretnénk meghívni mindenkit, hogy csatlakozzon a kerékpáros klubba, akár tagként, de hogyha már be is léptetek, akkor a területi szervezeteink várnak mindenkit, akik aktívan szeretnének azért tenni, hogy ez a város kerékpározhatóbb legyen. Minden kerületben ott vagyunk, és a Facebook oldalunkon megtaláljátok az elérhetőségeit a kerékpáros klub területi szervezeteinek. Hát most első körben én annyit mondanék, hogy remélem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. László Jánosnak dedikáltuk ezt a mai eseményt. Ki is állok a képből, mert van egy tök jó slideshow, amit a Szalanics Zoli összerakott. Köszi Zoli Jánosról, akivel itt, hát én most körülnéztem, és láttam, hogy nagyon sokan vannak, akik munkakapcsolatban vagy személyes kapcsolatban voltak vele, de nagyon sokan vannak, akik már csak legendaként ismerik a hírét. És hát híre az van, hát János ugye 2006 és 2015 között volt a kerékpáros klub elnöke, és hát azt mondanám, hogy igazából nélküle nem tartana ott az ország kerékpáros fejlődése, ahol most tart. És nagyon sok dolgunk van még hátra, nagyon nehéz feladványt kaptunk tőle, hogy tudjuk a példamutatását, a kitartását, a gondolkodásmódját követni, de igyekszünk. És hát láthatóan most végigtekertünk például a Nagykörúton, a Bringasávon, és egy találkoztunk Mártával, a János feleségével, akinek egy virággal megköszöntük, hogy megengedte, hogy a kerékpáros klub elinduljon a lakásukból gyakorlatilag. Én nagyon sokat jártam fel az irodába, vagy a dolgozószobáikba, ami akkor az irodája volt. És hát a kerékpárutakon kívül is nagyon sok nyoma van Jánosnak. Tehát a általánosságban a pozitív szemléletformálás, a KRESZ élethez igazítása mind hozzáfűződik. Minden nagyon sok dolgunk van még továbbra is, de rengeteget tanultunk tőle. És hát János tudta, hogy nem csak kerékpárutakért kell küzdeni, hanem egy élhetőbb városért, egy közösségi helyért, és ebben a kerékpár egy jó eszköz lehet. És hát nagyon sokat vitáztunk, de ez azért volt, mert egy csomó mindenben előttünk járt, egy csomó mindent tudott már. Ő nem közlekedésmérnök volt, de megtanulta azt, hogy hogyan lehet egy élhető város csinálni, és hogyan lehet ezt elérni nagyon sokféle szempontból. Például hoztam egy pár újító gondolatot, amit Jánostól tanultunk. Az egyik ilyen volt, hogy nincsenek autósok és kerékpárosok, közlekedők vannak. Hát ez a gondolat sajnos még mindig nem evidens mindenkinek, és nagyon sok politikai és média vita még mindig ebből fakad. Illetve azt is tőle tanultuk, hogy ne kerékpárútban gondolkodjunk, hogy kerékpározhatóvá szeretnénk tenni a városunkat, hanem elsősorban a forgalom csillapításában. Volt, amikor kerékpárutat zártunk be, például a Dráva utcában, a 13. kerületben, mert János megtanulta, még nagyon sok döntéshozó és tervező előtt már, hogy például a járdán vezetett kerékpárutak miért veszélyesebbek, mint amilyennek szánják őket. Ő volt az, aki nagy közönség előtt mert először beszélni arról, hogy a kerékpározás biztonsága az igazából abból fakad, hogy a sokan kerékpároznak, és ez talán most már, amikor ránézünk mondjuk a Nagykörúton tekerő, Bringasávon tekerő családokra, akkor ebben talán egy kis biztosítékot láthatunk, vagy bizonyítékot. És azt is Jánostól tanultuk nagyon sokan, hogy ne autókban, hanem emberekben mérjük egy útkapacitását, vagy egy közterület használatát. Sajnos ez a gondolat még továbbra sem evidens mindig, és nagyon sok vita van abból, hogy például egy út áteresztő képességet autókban próbáljuk mérni. A Nagykörúton ma, amikor jöttünk, nagyjából 3 autónyi helyen olyan 20-an fértünk el, és egyébként nem volt dugó, pedig azt mondták. És Jánostól vettük az iBike Budapest felvonulás
egyik jelmondatát, ami a ahol jó bringázni, ott jó élni sor, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a kerékpározás az igazából ehhez egy nagyon jó eszköz. És a közbringarendszert, a Bubit is azért álmodta meg elsők között, és lobbizott érte, mert tudta, hogy ez nem csak a biciklikről szól, hanem szól az utak átalakításáról, barátságosabbá tételéről, szemléletformálásról, arról, hogy mindenki számára egy elérhető természetes eszközé tegyük a kerékpározást, és egy integráns részévé a közlekedési mixnek, hogy ilyen szép szavakat használjak. És hát ő volt az, aki miközben volt egy több százas, több ezres mozgalom, amelyik a budapesti utcákon a Critical Mass-en és azon kívül aktívan tolta ezt az ügyet, fel tudott venni egy öltönyt, és el tudott menni tárgyalni politikusokkal, üzletemberekkel, tervezőkkel, mérnökökkel, akár külföldön is, és egy elismertséget adott a klubnak. És hát egy olyan kitartása volt, amit úgy szoktunk jellemezni, hogyha kirúgták az ajtón, akkor bemászott az ablakon. Ez amikor én ezzel a mondással Jánossal kapcsolatban először találkoztam, az a kiskörúti kerékpársáv volt, ami 10 éve épült meg. Ma már teljesen evidensnek tartjuk, és nagyon vicces visszanézni a nagykörúti vitákkal kapcsolatban, hogy milyen harcok mentek a kiskörútért. Úgyhogy én annyit mondanék, hogy hát szerintem, nem tudom ti hogy vagytok vele, de Magyarország rosszabb hely lenne, hogyha nem lett volna egy László Jánosunk, de nekünk így civil körben legalábbis egy példaképpel kevesebb lenne. Úgyhogy szeretném megköszönni innen László Jánosnak, hogy volt nekünk, és átadta mindezt, amit tudott. És akkor indítsuk el ezt a mai estét. Zsigmond Gábort szeretném felkérni, hogy meséljen nekünk a budapesti kerékpárpolitika elmúlt 100 évéről. Én amikor először hallottam Gábort, nagyon sok olyan dolgot mondott, amit teljesen megrökönyödtem, amit nem is tudtam. Remélem, hogy sokaknak lesz ilyen heuréka érzése most. Gábor PhD történész és közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettese. Több mint 10 évig Budapest muzeális és nosztalgia járműveinek felújításáért felelt, irányította a Városi Tömegközlekedési Múzeumot és a Föld alatti Vasúti Múzeumot. 12 tudományos és ismeretterjesztő könyv, több mint 100 publikáció és szakcikk szerzője, számos egyetem rendszeres vendégelőadója, közlekedés, gazdaságtörténeti, valamint kulturális és turisztikai témákban. Úgyhogy egy nagy tapsot Zsigmond Gábornak, átadom a mikrofon. Köszönöm, Áron. Köszönöm szépen. Emeletéken biciklizem is ezek mellett, de ez talán nyilvánvaló is. No, hát köszönöm a meghívást egyfelől, és nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit itt lehet az, hogy posztpandémiás nyárunk első nyárnak látszó napján. Szerintem ez egy óriás dolog, hogy itt vagyunk ennyien. Eredetileg ezt Zoom-on, YouTube-on, mindenféle verzióban gondoltuk, hogy megtartjuk ezt a beszélgetést. Szerintem a lehető legjobb időpont és legjobb helyszín kerekedett ki a végén. De nekem itt valójában nagyjából 100 évet kellene, vagy hát legalábbis a cím szerint kereken 100 évet kellene összefoglalnom, úgyhogy nem rabolom a saját időmet sem, és a tiéteket sem. Én ebben a 100 évben azért nem kerékpártörténetet szeretnék elmondani nektek, hanem tulajdonképpen kicsit talán fölvezetve is az előttünk álló beszélgetést, vitát, két kérdésben fogalmaztam meg azt, ami szerintem ebben a 100 évben releváns, és amiről igazából beszélnünk kellene. Tehát nem kerékpár történet ez, hanem a kerékpározás, kerékpár politika történetét szeretném bemutatni, amiben egyébként rengeteg elmaradásunk van. Valójában ezt sohasem ki nem írta meg, úgyhogy én első szárnybontogatásokat teszek ebben a témában. A két kérdésem pedig az, hogy hogyan válhatott a kerékpár közlekedés politikai tényezővé. Tehát hogyan lehet az, hogy egy sporteszköz, az előbb a szociálpolitika, majd a várospolitika, majd a közlekedés politika sűrűjében találta magát. Viszonylag rövid időn belül egyébként. A másik kérdésem az, hogy amire persze igyekszem majd választ is adni természetesen, legalább részben választ adni, hogy hogyan nem lettünk Amsterdam vagy Kopenhága. És ez most valószínűleg, akik ismerik ezeket a városokat, és sokszor látjuk a szakirodalomban is mintavárosként ebben a témában ezeket feltűnni, talán fölkapják a fejüket, de annyit előre mostak, hogy voltunk mi azért ott, vagy legalábbis nagyon is közel ahhoz, ahol egyébként Kopenhága és Amsterdam kerékpárpolitikája tartott. Azért ezt a kettő kérdést tettem fel magamban, és azt gondoltam, hogy ezt a kettő kérdést hozom ide, mert hogy
ahogy Áron is utalt rá, nagyon sok téves gondolat, nagyon sok vita van a mai napig, amelyek egyébként azt gondolom, hogy teljesen feleslegesek, főleg akkor, hogyha adunk mindennek egy elméleti, történeti keretrendszert. Szerintem ez mindig segíti a közös gondolkodást, mindig segíti az értést, ha van valamilyen elméleti és történeti kúbus, amiben tudunk gondolkodni, vagy bele lehet illeszteni azokat a vitákat, amelyek nap mint nap jelen vannak. És egyébként azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy talán ez a kérdés segít abban is, hogy a jövőt érintő kérdéseket helyesen tegyük fel. A történetünk egyébként pont innen a környékről indul el. A kerékpározás az a lehető legtávolabb volt attól, amit most mi itt csinálunk. Tehát ez egy kifejezetten arisztokratikus dolog volt, itt a velocipédeken, meg az első kerékpárokon, itt a környéken, mert itt ilyen fakockás volt az Andrássy út, itt a Liget környékén, az Andrássy úti villágból, néha Gödöllő felé, arisztokraták gyermekei indultak először kerékpározni. Azt még ők sem gondolták valószínűleg, hogy nagyjából 10 év nem telik el, és ez a lovagláshoz hasonlító luxus termék, ez valójában a leginkább demokratizálni fogja a városi tereket és a közlekedést. Én hoztam egy pár cikket, ezért annyira nem fog látszódni, hogy ezeket majd gyorsan elmondom, a lényegét legalábbis elmondom. A kerékpár, mint hogy ez egy ilyen luxus termékként kezdte a pályáját Magyarországon is, mint nagyon sok más helyen, kerékpár adót vetettek ki. 1899-ben a kerékpár adó az 10 korona volt Budapesten. A számítást nem akarom mostanra levezetni, de nagyon szívesen elmondom valakinek, akár egy rozé mellett nagy örömmel. De ez úgy néz ki, hogy nagyjából ez a 10 korona mai áron átszámolva olyan 35 ezer forint. Tehát ez egy sarc. Ez egy sarc. És megnéztem a város könyveit, a bevételeit, kiadásait a 1910-es évben, amikor a utolsó év volt, amikor ezt még teljesen beszedték. És akkor 52 ezer korona, ez nagyjából olyan 180 millió forint volt, amit a város el tudott számolni bevételként. Ami meg hát azért nem sok. Főleg azzal együtt, ugye ma már mondunk, ezeket externáliákban is szokás gondolkodni, nem csak ilyen nettóban, hogy úgy mondjam. És itt van egy csomó cikk a hátam mögött, az ország különböző városaiból, Kolozsvárról, Pécsről, Budapestről, és egyébként itt azokat, pont elijánlok, tehát azokat a kérdéseket tették föl ezekben a cikkekben, hogy egyfelől például egy kolozsvári hír azt mondja, hogy ez az egész kerékpáradó teljesen ellehetetleníti a kerékpáros ipart, azokat a kis műhelyeket, akik elkezdenek a kerékpár gyártással foglalkozni. Teljesen logikus ér. A másik azt mondja, hogy a kerékpáros sport és a kerékpárnak gyakorlati téren való alkalmazását teljesen megakasztja. Ugye 12 évet élt ez a kerékpáradó egyébként. Aztán van egy másik cikk, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész adónak a kezelése jóval többe kerül, mint amennyi a jövedelme. Össze kellett írni az adókat, nyilvánvalóan értelmetlen volt a maga módján. Tehát ez valójában egy sarc volt, és 1911-ben, amikor eltörlik, akkor azért érdemes megnézni, hogy ki az a közönség, aki ennek elsősorban újjong. Már nem az a közönség, aki 10 évvel ezelőtt itt az Andrássy úti villágból elindult az első bukdácsoló bringákon, hanem a munkásság és a hivatalnok réteg. Az első sajtó visszhangok, amelyek örömüket fejezik ki, azok a szociáldemokraták lapjai, Népszava például, tel is tele van ezekkel a hírekkel, mert hogy annak örülnek, hogy végre az a súlyos teher, amit ez az adó kirótt az emberekre, különösképpen a munkás kerékpárosokra, hogy itt a cikk írja, annak köszönhetően igen sokan hagyták abba a kerékpározást, írja ezt a Népszava 1911-ben. Hát itt azért van egy nagyon komoly lejtmenet, már rögtön az elején, tehát nagyon kifejezetten rossz kondíciókkal indul a dolog. Valószínűleg mindenkit meglepett az, amikor a 20-as években az első forgalomszámlálások elvizik Budapesten, és hogy végre, az mindezek ellenére elképesztően sokan használják a kerékpárt. Annyira sokan, hogy 27-ben Budapest rendőrfőkapitánya elrendeli azt, hogy a Lánchidon betiltja a kerékpározást, aztán nem sokkal később a Nagykörúton is. Ez egyébként egy... Az elég a súlyos teher, amit ez az adó kirót. Most ebbe itt nem fog belemenni számításra, de hogy azért arra biztos, hogy itt a cikk írja. 200 pengővel az ember könnyen vicce, ez ugyanaz az időszak. Tehát azért mondjuk egy autóbuszvezető, volt összesen 100 busz a városban, tehát mondjuk nem bízták rá bárkire a modern új autóbuszokat, ők kerestek ilyen 150 pengőt. Szóval 40 pengő, maradjunk annyiban, ez egy elég komoly bírság volt. És Rita, azt hiszem, hogy hoztam is egy idézetet, igen. A napi sajtó
ezt írja ennek a Scharcnak a bevezetésekor. Az újabb rendelet olyan súlyos rendszabályokat tartalmaz, hogy azokat a Lánchíd forgalmának tehermentesítése célzat mellett is túlságosan szigorúnak tartjuk, mert hiszen különösen üzleti alkalmazottak igen nagy számban laknak Budán, és a rendelet értelmében munkahelyükre ezen túl már nem jutnak el kerékpárral. Hát azt lehet mondani, hogy itt van az a pont, amikor elég világosan a szociálpolitika terére csúszik át a kerékpározás kérdés. Tehát egy politikai kérdés lesz, és hogy mondtam itt a Népszavában, meg a jó értelemben munkás mozgalom felől érkeznek az első kritikák és az első megjegyzések, és kétségtelenül egy ilyen szociálpolitikai kérdéssé válik. Itt a szél elől megpróbálom menekíteni a papírjaimat közben. És egyébként, ha valaki megkérdezte volna, hogy mi a harmadik cikk, akkor elmondom, hogy egyébként a harmadik cikk egy teljesen másik korszakból van. Később még fogok erről persze beszélni. Ez egy 89-es cikk, ami bemutatja egyetlen egy oldalon a 66-os tiltást, meg a 76-ost, 1960 és 1976-ost, amikor szintén tilos persze a Duna és a Nagykörút közötti egész területen kerékpározni. És ez megfejelik azzal, hogy a részleges tilalom van a Nyugatitól a városhatárig, a Barostértől a városhatárig, a Nagyváradtértől, Borárostértől, Albertfalva felüljárótól, Neszmélyútól, Flóriántértől a városhatárig, tehát teljesen megszűnnek a belvárosi-külvárosi kapcsolatok lényegében. No, hát szóval azért ez a tiltás, ez persze megjelenik egyébként, hogy apró kis érdekesség, ez olyan jellemzően hazai történet, hogy muszáj vagyok meg gyorsan ezzel a kis színes bonddal elmondani ezt is. Volt egy államtitkár, aki éppen a tiltás előtt, 27 előtt, 24-ben elérte azt, kiárta, hogy bát lehessen hajtani a Lánchídon teljes nyugalommal, úgy, ahogy azt hiszem 2012 óta tudunk csak. Hát azért itt komoly, köszönöm a bólogatást, szóval azért át lehetett tolni persze. Szóval, hogy ő kiárta ki 1924-ben, igaz, hogy csak 3 évet élt az a dolog, de államtitkárként ő kiárta azt, hogy át lehessen hajtani rendesen a Lánchídon. Megjegyzem, a Budai Kerékpár Egyletnek volt az elnöke úgy civilben, államtitkárként. No, tehát, hogy azért itt úgy eljutunk arra, tehát, hogy ez egy kifejezetten izgalmas kérdéssé válik a város, a szociálpolitikai adós, de a város számára is, mert azért nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy miért is van ez a tiltás. Ugye a város tulajdonába kerül a teljes tömegközlekedés. Korábban ezek piaci alapon egymással versengő cégek voltak, és ilyen formában, mint ahogyan persze hát a BRFK is, a Beszkárt is, a Budapesti Közlekedési Cég is, fővárosi tulajdonú, és a város kifejezetten úgy értékeli, úgy érzi, hogy a kerékpározás konkurencia az ő bevételét fogja csökkenteni, különösképpen azokon a helyeken, ahol villamossal és busszal lehet közlekedni. Ez nagyon első alásra olyan furcsának tűnik, még hozok erre érveket, hogy miért látom ezt így, de egyet azért előre bocsátok, a Beszkárt egy annyira erős, átpolitizált szervezet volt Budapesten, az első olyan szervezet, ami integrálta a közlekedést a maga módján persze, de hát ez egy villamos cég volt, a villamos cégeket vonta maga alá, és egészen 1932-ig annyira tekintély elvű volt a rendszer, hogy még azt is el tudták érni, hogy addig buszok sem járhatnak a Nagykörúton, mert az ő villamosaiknak az is konkurencia. Azért engedték csak meg 32-ben a 12-es buszt egyébként már akkor elindulni, mert hogy a buszokat a Beszkárthoz csapták. Tehát tulajdonképpen már kebelbeli volt a dolog, de egész addig ezt is el tudták érni. És ugye aztán itt beköszön nem sokkal később, hát 27-et említettem, 29-ben Wall Streetről begyűrűzik ez a világgazdasági válság, nem olyan nagyon késik meg egyébként, de picit talán tovább tart, mint Amerikában. Nagyjából 34-ben cseng le Magyarországon. És azért akkor egyre több és egyre több kerékpár jelenik meg az utakon érthetően, hiszen nagyon-nagyon drágák a Beszkárt jegyei, a villamosra, buszra felszállni iszonyú drága. Az emberek nyilván egy olcsó, praktikus eszköz után néznek, ez a kerékpár. Én itt hoztam számokat az 1932. évi tél végi, tehát ez egy februári napnak a felmérése a város különböző pontjairól. Csak néhányat emelek ki a játék kedvéért. Ferenc József híd, vagy Szabadság híd. A kerékpárra láthaladók száma az közel 2500, a személygépkocsiké 2000, az összes egyébként 8500, tehát a 8500-ból 2500 kerékpár 32. februárjában. Aztán talán érdekes megnézni még itt szúrópróba szerűen egy-kettőt, mondjuk a Nagykörút Üllői úti szakaszát, ahol
ahol ekkor 1909 kerékpárt, tehát közel 2000 kerékpárt néztek meg, ez több, mint amennyi személygépkocsit meg tudtak számolni, és hát egyébként a 8000-ből 2000 volt kerékpár, és mondanám, hogy talán ennyi elég is, bár ebbe azért jól el lehet veszni, mondjuk a nyugati térnél is izgalmas számok vannak, mert 15000 megszámolt járműből 3500 kerékpár volt. Köszönöm. Hát azért ezek nem rossz számok, és mindezt hozzátenném azt is, hogy persze itt még nézhetnénk minden évben ezeket a számokat, de ettől most mindenkit megóvnék, viszont azt elárulom, hogy 32-től 39-ig a kerékpárok száma, tehát 32-től 39-ig a duplájára nőtt Budapesten. Tehát ennél csak impresszívebb számok vannak. Ez a növekedés egyébként minden más járműtípus növekedését felülmúlta. Tehát nem vettek annyi autót Budapesten, mint ahány kerékpárt, 32 és 39 között. Tehát már azért a válság itt vagy egyébként véget ér. És eljutunk oda, hogy 1938-ban már a forgalomszámlálások azt mutatják, hogy Budapesten a közlekedők 37%-a kerékpárral közlekedik. 37%-a kerékpárt használ. Így nézett ki, ha látszik ez a kép, így nézett ki az Astoria. Tehát sokkal több ringát látunk meg villamos, mint bármi mást. És hát ahogy mondtam, itt van egy nagyon izgalmas egymásnak feszülés. Ugye ha a mai tudásunkat vetítjük vissza a történelemben, akkor úgy tűnik, hogy itt azért mindjárt majd, hogy jönnek az automobilok, meg az autós közlekedés, akkor rögtön kipattan a feszültség, de nem. Tehát az autók számának a növekedésével semmi nem történik igazából az utakon. Elindul egy verseny persze a közutakért, meg a baleseteket elkezdik számolni, és ott már kijönnek a viták, hogy valójában ki okozza, ki nem okozza, de valójában nincs konfliktus az utakon az autósok és a kerékpárosok között. Annál nagyobb konfliktus van a tömegközlekedés és a kerékpárosok között. Teljesen nyilvánvaló, hogy a tömegközlekedési cég mindent megtesz azért, hogy a kerékpárosokat leszorítsa az utakról. Egész egyszerűen azért, mert számára ez konkurencia, a város pedig bevételektől esik el. Egyébként ezt nagyon jól tudták egyébként a korszakban is. Egészen izgalmas azt látni, hogy mennyire precízen felkészültek voltak azok a szakemberek, akik foglalkoztak akkor is ezzel. Ugye Táron említette, hogy mennyi tanulás, mennyi munka van abban, hogy egyáltalán itt véleményt lehessen formálni. Nagyon érdekes látni azt, hogy itt a 30-as években, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, napra pontosan ismertek berlini, amsterdami, kopenhágai forgalomszámlálásokat, tudták azt, hogy melyik ipari negyedből melyikbe mennek át, hol vannak a főbb gócpontok. És az a másik kép, ami készített volna egyébként az Astorián is, de ez éppen Kopenhágában van, ez pont arról tanúskodik, hogy a 30-as években mennyire felkészültek voltak ezek a szakemberek. Kopenhága lakosságának a közlekedési megoszlását mutatja. Egyébként azt látjuk rajta, de aki nem, annak főképpen különösen elmondom, hogy a villamos közlekedésnek a mutatói 10 éven belül elképesztő mértékben csökkennek, tehát közel 10%-kal csökkennek, és ez a hiány, ami a tömegközlekedésben előáll, ez a kerékpáros közlekedésben jön vissza. Tehát egész egyszerűen az emberek, és még itt nincs válság, tehát itt az a felső tábla az 21 és 30 közötti számokat mutat, tehát 21 és 30 között még nincsen válság Kopenhágában, ellenben elég egyértelműen látszik, hogy csökken a villamos használat, és ez a szám ez megjelenik a kerékpáros használatban. A másik pedig egyébként az 30 és 35 között mutatja azt, hogy Kopenhága lakossága hogyan kirándul, és mivel kirándul. És nagyon érdekes itt is látni, hogy a tömegközlekedés, a helyi érdekű vasút, a villamos közlekedés számai folyamatosan csökkennek, és ez a számmennyiség, ez megjelenik a kerékpárosoknál. Tehát az agglomerációban és a kirándulásokban is világosan látszanak a számok, ezek a kopenhágai számok. Sajnálom, hogy nem látszik annyira ez a kép, nagyon szeretem ezt a fotót, itt 15-ös busz áll, de mellette szerintem legalább annyi kerékpáros, mint amennyi a buszra fölférne. Itt van ez a fotó a Petőfi Sándor utcánál. De a számok érdekesek itt is, hogy maradjunk egy picit még a számoknál. Azt szerintem nagyon izgalmas látni, hogy a kerékpározás valóban alternatíva volt a közlekedéssel szemben, a tömegközlekedéssel szemben. Azt érdemes talán megjegyezni, hogy a Budapest autóbuszai ebben az időben 12-15 km/h sebességgel tudtak haladni. Csak 1930-ban születik arról rendelet, hogy 40 km/h sebességgel lehet autóbusszal, meg hát ha a villamos ezt el tudja érni, akkor a villamossal belterületen közlekedni. Tehát ez csak 30-ban van. Tehát addig valójában 12-15 km/h sebességgel azt hiszem, hogy alapvetően tudunk ringázni. De hát azért ehhez hozzátenném azokat a számokat, ha már itt 100 évről beszélgetünk, hogy
hogy itt van a közlekedési eszközökkel elérhető átlagsebesség mutatói, és ez ugye Boost Trolley villamos esetén 20 km/h, 2013-as számok ezek, KSH statisztikai tükör, személygépkocsival pedig 37 Budapesten. 37 km/h az átlagsebesség autóval Budapesten. És hát persze ide raktam a korrektség kedvére a távolságokat is, tehát nyilvánvaló, hogy itt azért a kerékpárt hol milyen távolságokon praktikus és célszerű használni. Azért azt mindenképpen, arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy a közlekedés politikában eljutottunk odáig 11 néhány év alatt, hogy a teljes tiltástól, a megregulázástól, a szabályozástól, meg a sarctól gyakorlatilag egy együttműködő, kifejezetten együttműködő, együttműködésre törekvő közlekedés politika alakult ki, hiszen egy idő után ennek valójában a támogatása tud elindulni. Ebben egyébként van egy érdekes szempont még, ami ezt segíti, mégpedig egész egyszerűen a piac. Tehát, hogy azért Budapest nem a kő alatt ért akkor sem, és a Csepeli Weiss Manfred gyár már 1929-ben, jó érzékkel egyébként a válság elején, megvásárolja Puchtól a kerékpárok gyártási licenszeit, és közel 30 típus családot hoz piacra, évente több mint 50 ezer kerékpár gyártanak. Ezzel nyilvánvalóan egyébként az árak is csökkennek, tehát egyre inkább elérhetővé válik a kerékpár. És ami alapvetően nincsen, az a teherbringa. Ezt azért hoztam, mert a Közlekedési Múzeum gyűjteményben van egy gyönyörű szép teherbringánk ebből a korszakból. Ez ilyen csőidomokból, vízcsövekből összeállított bringa, mert hogy ez tényleg a kisipar. Tehát, hogy ez a kerékpár a névtáblán látszik, egy B. Szabó Sándor harmadik kerületi a vízvezetékszerelőnek a kerékpárja volt. Ő maga állította össze a bringát, és ezzel hordta ki a kádokat, meg a mosdókat a lakásokhoz. Tehát ebben nem volt gyártás, nem volt még erre felkészülve, viszont ezeket gyártották otthon az emberek. No, és hát... Azért ehhez még csak egy gondolat, hadd beszélek egy picit haza, volt nekünk egy kiállításunk 2 évvel ezelőtt, hogy emlékszem, Bringológia címmel, és ott bemutattunk néhány olyan számot, hogy a akkori, hát az nem volt olyan régen, német kutatások szerint az autóval ellátott városon belüli futárszolgálatnak a 85%-a kiváltható lenne valamilyen elektromos motorral kiegészített bringával, mert hogy egyébként nagyjából a városon belül szállított áruknak a tömege az 40%-ban 100 kiló alatt és 1 köbméter. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeket lehetne mind kerékpára. Nyilván az ára egészen más, de azt mondja az akkori felmérés, hogy az európai városok összes teherszállításának a negyede lebonyolítható lenne teherbiciklivel. Ezt azért akkor is látták már nagyjából. És mindehhez egyébként, ami még nagyon sokat segít, még nagyon sokat, ha lehet, még többet rá segít arra, hogy a kerékpározás el tudjon terjedni, az a megítélése a kerékpározásnak. Tehát megszűnik ez a távolságtartó, arisztokratikus, kritikus, bántó és regulázó attitűd, részben annak is köszönhetően egyébként, hogy az akkori kormányzathoz közel álló cserkészmozgalom, Levente mozgalom, és aztán maga majd a honvédség kezdi el a kerékpározást propagálni. Akkor még ugye népegészségügyi szempontokat emlegetleg, a népegészségügyi előnyöket, de ennek kétségtelenül megvolt az előnye. És hát, ahogy mondtam, egy kifejezetten együttműködés felé hajló közlekedés politika alakul ki. Ilyen forgalmi útvonalakat kezdenek el megtervezni. Tehát, hogy az autók elterjedése nem csökkentette a kerékpárhasználatot, ugyanakkor a város útjait valóban, a város közútjaiért valóban megindul egy verseny. Jönnek baleseti statisztikákkal persze, és látjuk azt, hogy van egy nagyon intenzív vita abban, hogy a közutakat hogyan érdemes használni. De van egy hivatalos, van egy város közlekedés politikai válasz, ami egyébként, tehát már a tiltás is egyébként azt gondolom, hogy valamilyen szinten azt mutatja, hogy foglalkozik vele valaki. Tehát a 20-as évek végén látható tiltás is már egyfajta válasz, de annál sokkal izgalmasabb azt látni, hogy 10 éven belül ez a válasz az ellenkező előjelűvé vált. És egy együttműködő város, egy együttműködő közlekedés politika formálódott ki a 30-as évek második felére. Ezt megerősítendő, hozok is egy akkori Magyar Nemzet cikket. Azt mondja, a Beszkárt legutóbbi jelentése is megállapította, mint köztudomású tényt, hogy mennyire elszaporodtak Budapesten a kerékpárosok. A bicikli komoly versenytársa a villamosnak is.
Nem sokára kénytelen lesz a főváros külön kerékpárutakat építeni, hogy a rendes forgalmi utakról eltereljék a biciklistákat. Az első kerékpárutat a Kerepesi úton, a Hévvégállomás és a Hungária körút között építik meg, az úttest mindkét oldalán. A második pedig a Kőbányai út mentén épül. A kerékpárpályák burkolata aszfaltos anyag lesz. A Soroksári úton, az Üllői úton, a Budafoki úton, a Fehérvári úton épülnek továbbá a rendes úttestől elkülönített kerékpáros pályák. A főváros költségvetésében az ECR-ra szükséges összegeket biztosították. Konkrét tervek készültek továbbá a Budakeszi útra, a Váci útra, az Üllői útra vagy a Soroksári útra. Ha végig gondoljuk ezeket a helyszíneket, azt lehet látni, hogy egyrészt ezek a városipari negyedei felé visznek. Tehát valóban, ha úgy tetszik, akkor közösségi, közcélúak ezek a fejlesztések. Kifejezetten szolgálja azt, hogy az emberek el tudják jutni a munkahelyeikre. Másrészt pedig kiránduló helyekhez jutnak. Harmadrészt pedig, hogyha visszagondoltok ezek erre a listára, akkor azért ezek tulajdonképpen a ma is hiányzó, de ezt majd a többiek megerősítik, de azt gondolom, ezek a ma is hiányzó külbelvárosi kapcsolatok, amikről beszél az a 38-as Magyar Nemzetcikk tehát. Szóval itt, ami alapvetően kialakul, a nagyon rövid időn belül, voltak éppen a tiltáshoz képest 10 év múlva, az a tömegközlekedés és a kerékpározásnak egy nagyon szoros együttműködése, egy nagyon szoros szimbiózis, ha úgy tetszik, és ennek a megerősítésére is hozok gyorsan még egy rövid idézetet, ez pedig a nagyon szép emlékű, de nagyon jó tanulmányokat és írásokat közlő Városok lapja. Szintén 1938-as az írás. Kerékpárutak építését esetleg össze lehet kötni a vasúti közlekedéssel, mikor a kettő kiegészíti egymást. Úgy a hivatással kapcsolatos, mint a kiránduló forgalomban, a kerékpár és a közúti forgalom egy tervszerű együttműködése igen előnyösen szolgálhatja a közösség érdekeit. Helyes tarifapolitika az eszköz ezen a téren, mert a kerékpárost, a közúti vasút a maga számára, mint közönséget adott esetben biztosítani tudja. És viszont a kerékpáros is élvezi az olcsó tömegszállító eszközt. Példa lehet erre, midőn a kerékpáros a város környéki lakóhelyéről az út egy részét kerékpáron teszi meg egy alkalmas vasúti megállóig, és itt kerékpárját a vasúti üzemmel kapcsolatos megőrzőben hátrahagyja, az út másik részét már vasúton folytatja a város belseje felé. Ez egy 1938-as írás volt, azt hiszem elég jól tükrözi azt, hogy hova sikerült eljutni, és még egyszer mondom, hogy a kulcs, erre még később vissza fogok térni, azért is szajkozom ennyire, a kulcs az a tömegközlekedés, a kerékpározás viszonya. Ebben volt az első tiltás, amikor a kerékpárosok és a kerékpárok száma megugrott Budapesten, és ebben alakult ki az együttműködés a 30-as évek második felére. Én azt gondolom egyébként, hogy talán itt lehetne föltenni a második kérdést, amit az elején itt felvetettem, hogy na jó, de akkor hogyan és miért nem lettünk mi Amsterdam vagy Kopenhága? Mert azért itt most azt mondtuk, hogy 37% az embereknek kerékpáron közlekedett már. Szerintem egy szimbolikus beruházása volt ennek a városnak, és azt gondolom, hogy egy mérföldkő az Árpád híd. Budapest egyetlen egy hídját, amit a két háború között építenek, hogy ez a Horthy Miklós Petőfi híd, ez kerékpársávval készül el. És felsoroltam jó néhány utat, ahol egyébként elkészültek, vagy elkezdték készíteni a kerékpársávokat. Az Árpád hídot 39-ben megtervezték már, tehát 39-re készen voltak a tervek, mindkét oldalon kerékpársávval. A beruházást a háború miatt 43-ban le kellett állítani, és 50-ben végül átadták a hidat már Sztálin néven. Viszont hát a képeken most itt azért annyira nem látszik, de hogy a lényege az, hogy a kerékpársávok elmaradnak. Ez azért is érdekes még, hogy 84-ben van egy újabb beruházás az Árpád hídon, amikor kiszélesítik, akkor sem kerülnek fel a kerékpársávok. Tehát itt az Árpád híd önmagában egy szimbólum annak, hogy mi változott itt meg. 39-ben teljesen nyilvánvaló volt, hogy lesz rajta mindkét oldalon kerékpársáv, 50-ben szóba se került ez már, 84-ben sem jöhetett szóba, hogy kerékpársáv legyen rajta. 2003-tól lehet áthajtani rajta, ha jól mondom. Tehát azért a születésétől képest elég sokat kellett erre várni. Miközben egyébként a 37-ben például már a Margit hídon is engedélyezték a kerékpárral való áthajtást. Szóval összességében azt gondolom, hogy a törés, amiért mi nem lettünk
Amsterdam vagy éppen Kopenhága, az a szovjet közlekedés politikának a megjelenése. És bármennyire furcsa ez, ezzel talán a közlekedés történet sem foglalkozott igazán eddig eléggé, nem csak a kerékpár politikának a felrajzolásával, de talán ezzel sem. Talán ebben az évben most ezt el is lehet mondani nyugodtan, de érdemes ezen elgondolkodni. Nekem meggyőződésem egyre inkább, hogy a szovjet közlekedés politikai modellnek a Magyarországra való beültetése vagy átültetése az legalább akkora károkat okozott, mint Trianon. Trianonban nagyon sok infrastruktúra vesztés történt, de a szovjet közlekedés politikai gondolkodás az mélyen a szemléletbe itatottan okozott óriási károkat ebben a városban. És érdemes egyébként megnézni azt, hogy még azt mondtuk, hogy például 1911 és mondjuk 37 között, 21 néhány év alatt milyen mértékben sikerült, tehát a kerékpáradó eltörlése és ezek az infrastruktúra fejlesztések között 21 néhány évben milyen sikeres együttműködés alakult ki, addig mondjuk a következő évtizedekre ez egyáltalán nem jellemző. Ugye össze lehet vetni mondjuk, hogyha most itt a rendszerváltástól tekintünk az ország vagy város történelme, ez nagyjából 30 év. Hát ugyanaz. No, tehát, hogy itt azért ami nagyon alaposan megváltozik, az egy olyan közlekedés politikai gondolkodás, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a második világháború után, egészen a 80-as évekig ebben a városban semmilyen kerékpáros infrastruktúra fejlesztés nem történt. És bár sokszor azt gondoljuk, egyébként ez egy téves gondolkodás, de az általánosan elterjedt vélekedés, hogy a budapesti villamos közlekedésnek a mélypontja, vagy a villamosok visszavágása az a metró miatt történt, nem a metró miatt történt, hanem már a Szovjetunióból ajándékba érkezett troliknak köszönhetően, ugyanis a város első villamosvonalai, amelyek egyébként Európa legelső belvárosi villamosvonalai voltak, Dunaparttól, Akadémiától, ki a Podmanickin keresztül, ide a Ligetbe, vagy éppen a Boros utcán keresztül 1889-ben nyíltak meg, alig néhány évvel a villamos feltalálása után, tehát Európában elsőként. Ezek az 50-es évek elején szűnnek meg, és váltják ki ezeket trolival. Aztán persze ez folytatódik ennek a, hogy mondjam, moszkvai várostervezési modellnek köszönhetően akkor, amikor a metróberuházások elindulnak. És egy ilyen nagyon futurista, nagyon felülről irányított várostervezés és közlekedés tervezés veszi át tulajdonképpen a Párbeszéd helyét. És hát ami alapvetően viszont mindeközben zajlik nyugaton, a második világháború után, különösen a 60-as években, a tömegközlekedés, a kerékpározásnak az a fajta együttműködési képessége, amit Budapesten is láttunk kialakulni a 30-as évek végére, tehát a második világháború idejére, az nem szűnt meg. Tehát az megmaradt. Ugye Budapesten a tömegközlekedés szétdarabolják, és ahogyan lehetett látni itt a trolibusz üzemmel, vagy a metróberuházásokkal, vagy éppen egyébként az Icarus dömpinggel változtatják meg a meglévő közlekedési struktúráinkat. És hát mit tűnnek el ezzel? Ugye érdekes, mert hogy a villamosok, néhány villamosvonalat megszüntetnek, helyre érkeznek a szovjet trolik. Aztán a trolibuszüzemet is fel akarják számolni, mondván azt, hogy hát minek? Hát az Icarus 400 ezer Icarus gyártott le. Buszdömping volt Budapesten. Úgy gondolták, hogy a villamosokra sincs semmi szükség. Tulajdonképpen egyetlen egy dolog, ami megmentette ezt, az, hogy nem volt ezekre pénz. Tehát ennek köszönhetően menekült meg végül a villamoshálózat, meg a troli hálózat is. Ugye a villamossal, meg a trolival pont tulajdonképpen a várost vagy az utcát sokkal inkább fenntartható módon segítő rendszerek lettek ennek a kárvallottjai. És a városlakókat pedig, hogy mondjam, leűzték az aluljárokba és a metróba. És azt mondták, hogy hát az Icarus az úgyis meg fogja oldani az összes felszíni tömegközlekedési problémát. Azért egy pillanatra persze itt hadd mutassak még egy pár képet, mert hogy persze közben azért volt szükség kerékpározásra, de még egy pillanatra, még ennél az előző gondolatra még hadd kacsincsak vissza még egy pillanatra. Tehát ugye itt, amiről beszélünk, az egy szemléletbeli változás. Ez egy filozófia, ez egy várostervezési, közlekedéstervezési szemlélet, ami megváltozott, drasztikusan megváltozott ezekre az évtizedekre. De a szemlélet mellett azért van még egy dolog, amit érdemes talán idehozni, az infrastruktúrát. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy Budapest városegyesítésekor 1873-ban a fontosabb főutak jó részt járhatatlanok.
minden fontos főút. Tehát télen és esőben gyakorlatilag Budapest útjai nem lehetett közlekedni a város egyesítésekor. Amikor ezt a várost elkezdik felépíteni, megalakul az FKT, a közmunkatanács, Andrássy, akkor Bécs és Párizs a minta. Hát pont itt az Andrássy út szomszédságában nem nagyon kell messzire mennünk, hogy lássuk azt, hogy Andrássyék honnan merítették a mintát a sugárút kapcsán éppen. Ugye itt a Liget felé pont egy ilyen fakockás, csendes a lovaglásra, meg egyébként a kerékpározásra is alkalmas felületet alakítottak ki. Beljebb a város felé egyébként sokkal inkább használtak ilyen aszfalt utakat a haladás, az esztétikum és a tartóság miatt, de a lényeg, hogy azt érdemes látni, hogy az útügyi modernizációnak köszönhetően Budapesten, amikor itt az a kerékpárodós évszám volt, a kerékpárodó eltörlése 1911-ben, akkor a város útjainak a 40%-a volt makadám út. Ez egyébként nem volt egy rossz minőségű út, ma nyilván itt tekintünk rá, de akkor ez nem volt egy rossz minőségű út. Ez attól lett rossz minőségű, amikor az első autók megjelentek rajta egyébként, mert ugye ez egy maximum 5 centi rétegben elterülő ilyen zúzott kő, abból is a gyengébb, tehát ilyen mészkő, vagy ehhez hasonló. És ezt ugye az autók fölverték a port, vagy éppen szétcsúsztatták magát magát az utat, de egyébként alapvetően lehetett használni. Ez volt egyébként a legnagyobb arányú Budapest valamennyi útján. Tehát a makadám út volt a legjellemzőbb, ez a kőzuzalékos út. És az ezáltal válik egy idő után korszerűtlenni. Mindemellett ugyanebben az időszakban elkezdődnek az első nemzetközi útügyi kongresszusok. Ez egy nagyon érdekes szakma, az útügy, de a lényeg itt ebben a vonatkozásban az, hogy ezek foglalkoznak ezzel, hogy a városok hogyan küzdenek meg azzal, hogy egyre nagyobbak, ne feledjük el, Budapest a város egyesítéstől 1900-ig háromszorosára nő. 30 év alatt, mintha a rendszerváltástól, tehát hogy háromszorosára nő a lakosság szám, az épületek száma kétszeresére, tehát egészen bődött, és ezzel nyilván meg kellett küzdeni, és az útügyel nagyon sokan, nagyon sokat foglalkoztak ekkoriban. Ám hogy az van, hogy ezek az útügyi kongresszusok, ezek a nemzetközi konferenciák, ezek éppen 1909-től indulnak el. Az első világháború kitörésének a közelében járunk már. És az útügy egyszerűen fokozatosan átadja helyét, ezek az útügyi kongresszusok folyamatosan átadják a helyüket a motorizáció fórumainak. Mert hogy felülírják a korábbi városépítő érdekeket a nemzetgazdasági és a katonai szempontok. És egyre inkább az utaknak a fejlődése, az utak kialakításában ezek lesznek a szempontok. Ebben nem akarok hosszasan érvelni, gondolja mindenki mondjuk a két háború közötti német autópálya építésekre. Egészen más szempontok vannak az útügyben, mint ami még mondjuk Andrássyék idején volt. No, és hát persze ezeket az utakat, ezeket az utakról azért a kerékpáros, az utak sem változtak annyira meg, és utakról sem tűntek el a kerékpárok Budapesten, mert hogy itt egy pár képet csak arra hoztam, hogy érdekes látni teljesen random módon a Fortepán, ami hát egy közösségi célú fotógyűjtés, onnan kiválogatva képeket, 56-ban mennyire gyorsan előkerültek a kerékpárok. Egyébként itt van egy kedves kép, hát kedves, amennyiben ez kedves, de 45-ből. 56-ban itt néhány fotót pörgetek végig, folyamatosan az emberek kerékpárral jelennek mindenhol, nem véletlenül, mert hogy egész egyszerűen nem tűnik el. Hát rögtön nyilvánvalóan nem tűntek el a kerékpárok, ott vannak a gangokon, ott vannak a bérházak udvarán, és ott vannak egyébként a lakótelepeken. A lakótelepeken kerékpáros versenyeket tartanak, mert az urbanizációs programban vidékről ide érkező lakosság az hozza magával általában a kerékpárját is, mert a kerékpáros kultúrát, a kerékpáros szokásait, ugye vidéken ugyanis megmarad, sőt, vidéken nemzetközi számokat mutat valamennyi mérés a kerékpározás kapcsán. Egyébként most én egy átlagot, 17%-ot olvastam, országos átlagot, tehát ennek van, ahol picit kevesebb, van, ahol több. De ez ma is egyébként nemzetközileg összehasonlítható és jól mérhető. Eközben persze Budapesten az előbb említett okok miatt ennek a fajta erőltetett és szovjetizált közlekedés politikai gondolkodásnak köszönhetően a kerékpár egyre inkább kiszorul a mellékutcákba, aztán majd a mellékutcákból egészen a külvárosokba. Ugyanezekben az években egyébként vidéken gyakorlatilag nem lehet elképzelni a postást, vagy a tanyára, vagy a szőlőhegyre igyekvőket kerékpár nélkül. Mindeközben Budapesten 63-tól a rendszeres forgalomszámlálásokból már kiveszik a kerékpárt. Tehát, hogy már mérésünk sincsen rá. Tehát gyakorlatilag megszűnt. Tehát úgy teszünk, mintha ilyen nem is közlekedne senki. Egyetlen egy téren keresztül hadd mutassam meg, szerintem ez nagyon szemléletes, egyetlen egy
egyetlen egy városi terünkön keresztül, hogy hogyan változott meg, és remélem, hogy azért ez most így látszódik valamennyire, ez a néhány képsor. Ez a Ferenciek tere a 20. század elején. Hát ha más nem, az látszik belőle, remélem hátulról is, hogy itt békésen sétálgatnak az emberek, és szinte egy ilyen mediterrán városi hangulata van. Itt talán éppen fagyit vesznek, meg bejön két lovaskocsi. Itt a két háború közötti időszakban a villamosok éppen mennek át az Erzsébet hídon, de egyébként bringások is vannak, meg gyalogosok. Aztán 57-ben már így néz ki mindez. És arra is fejlem a figyelmet, hogy itt, amit látunk, az egy villamos, egy autóbusz, meg egy valószínűleg valamilyen közületi csepel, tehát valamilyen tefú, vagy valamilyen vállalatnak a teherautója. Ugyanis, ha ezek nincsenek, akkor ez van. Mert hogy 1950 és 58 között Magyarországon tilos volt személygépkocsit vásárolni. És itt is nagyon érdekes, hogy egy versenyzőnek köszönhetően a túrabiciklikre ezt a Dongo márkájú segédmotort szerelik fel, amiből egyébként 3 év alatt több mint 50 000-et adnak el. Tehát, hogy mindig valahogy visszacsempésződik azért a kerékpár, de ez a kép ez azért ilyen, mert hogy egész egyszerűen nem voltak, 58-ig nem lehetett autót venni, de ezt aztán hamar sikerült bepótolni, mert ha megnézzük, akkor néhány évvel, 10-20 éven belül a Ferenciek tere ilyenné alakult át, és ennek a környezete egy ilyen nagyon futurista, nagyon felőre irányított várostervezésnek köszönhetően gyakorlatilag autópályává vált az a tér, ahol egyébként 50 évvel korábban, vagy akárcsak 40 évvel korábban itt sétálgattak az emberek kézen fogva, és fagyizni mentek. Ez meg egy mostani fotó. És akkor most hadd kacsintsak vissza a Ferenciek tere. Egyébként ugye ott van lent is, de a felső két kép az ugyanezek az évek, 60-as évek, Amsterdam és Kopenhága. Tehát ennyire sikerült szétválni, elválni attól a gondolkodástól, attól a logikától, ahol egyébként voltunk. És akkor csak tényleg mutatva azt, hogy 30 éven belül mennyire sokat változott Budapest. Itt van az Astoria 42-ben. Tele van bringásokkal, és láttuk a 32-es felméréseket, hogy milyen impresszívek a számok. Minden gócponton több 1000 kerékpáros haladt minden egyes nap. 76. Tehát a 21 néhány év telt el, és gyakorlatilag nem... Szerintem aki ott bringázott 42-ben, nem ismerne rá az Asztóriára. Ugye, ahogy mondtam, hogy gyakorlatilag a 80-as évekig igazából semmilyen infrastruktúrafejlesztés nem történik, és azt gondolom, hogy tényleg ebben, ami a komoly változást elhozza, az a nagyon sok mozgalom, az a nagyon sok munka, amit egyébként Áron itt említett a legelején. A 82-ben az igazság kedvéért elindul egyébként az országos útépítési program, tehát ezt hozzá kell, hogy tegyem, és egyébként a fővárosi tanács már néhány mérnökirodától megrendeli az első terveket a kerékpáros útvonalaknak a megtervezésére. De hát azért azt tudjuk, és talán emlékszünk is rá, hogy a 90-es évekre valójában egy szétszabdalt, töredezett kerékpáros hálózat, amennyiben lehet ezt hálózatnak nevezni, de hogy így épülgetnek itt-ottam ott foltszerűen a városban kerékpáros infrastruktúrák, és azért ebben persze ott van az is, hogy a főváros és a kerületek mennyire nem tudnak együttműködni, és nem utolsóban ott van a tapasztalatlanság, az, hogy igazából itt a 90-es években hát legalább bátornak kellett lenni az, hogy ez ember hozzá tudjon nyúlni, de nem volt igazából előzmény, hát itt a 37-ben voltak az utolsó tervek kerékpáros hálózatfejlesztésekre. Tehát volt egy tapasztalat hiány is, és közben egyébként azért raktam ide az 1 forintos villamosjegyet, mert ez 1966-tól 85-ig volt Budapesten érvényben villamosokon, és 1,50 volt ugye a busz. Ez azért érdekes, mert ugye itt, amikor megszűnik az állami árkiegészítés a BKV-nél, ami egyébként a bevételnek a 2/3 volt, tehát nem csekély arányban vett részt a BKV működtetésében, elkezd emelkedni drasztikusan a BKV valamennyi jegytípusa bérlete, és tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek elkezdenek azért bringára szállni. És hát nem utolsóban, ahogy mondtam, itt a kerékpáros mozgalmaknak a hatása, amik egyébként már hoznak egy tudást mindenhez. Hogyha ezt a kerékpározást a közlekedés politika hozzáállásán keresztül nézzük, vagy a közlekedés politika szemüvegén keresztül nézzük, ezt én nem itt mondom el először, de itt is el kell, hogy mondjam, nekem meggyőződésem, hogy ebben a budapesti kerékpár politikában történeti jelentőségű, nem akarok nagy szavakat használni, de kétségtelenül közlekedés történeti mérföldkő a MOL Bubinak az elindulása. Ugyanis tulajdonképpen ekkor van az, amikor a
kerékpározás ismét a közlekedés politikának a megfelelő szintjére kerül. És itt van az, amit elvesztettünk valahol a 30-as évek végén. Itt van az, amikor a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés és a kerékpározás ismét egymásra talál. Előtte ez mindvégig nincsen jelen, és ez az, amit egyébként Dániában és Hollandiában megtartottak, ott ez a fajta együttműködés. A közösségi közlekedés szereplői, irányítói, tehát a közösségi közlekedés és a kerékpározás közötti együttműködés, kooperáció az, ami megmaradt, az, ami ott egészen más alakította át a 60-as években a városokat, és a 90-es években, amikor hozzájött ez a jelszó, hogy a fenntartható városi élet. Ugye a 90-es évek szlogenje, terméke ezekből a nyugat-európai mintavárosokból. És amikor ez begyűrűzik hozzánk, akkor még minden nagyon sokan mondják azt, hogy pont azért, mert hogy egyébként ez nem a fővárosi tanács vagy a hivatalos helyekről érkezik, hanem a mozgalmak felől érkezik. És pont ezért nagyon sokan rásütik azt, hogy ez egy szubkultúra. Én nem szeretem ezt a szót egyébként, mert milyen azt gondolom, hogy ez nem szubkultúra, hanem itt élünk ebben a városban, közlekedő emberek vagyunk, közlekedni akarunk, és éppen kerékpárral akarunk közlekedni, ha úgy van. De az, hogy itt a 90-es években ez innen indul el valójában, itt veszi föl a fonalat több évtizednyi szünet után, az részben oda is vezethető vissza, hogy ezt a mozgalmak hozzák be, és egész egyszerűen én azt gondolom, hogy rásütik ezt a bélyeget, hogy szubkultúra. Szóval meggyőződésem, hogy a kerékpáros közlekedésben, a kerékpáros politikában és a közlekedés politikában, illetve Budapest közlekedés történetében a MOL-Bubi, tehát a közösségi bringa rendszernek a megjelenése, az kifejezetten történelmi léptékű. Azt gondolom, ezt egyáltalán nem lehet túlhangsúlyozni. És hát azért persze azt se felejtjük el, hogy itt 2010-2014 között a közös busz és kerékpársávoknak köszönhetően az a hálózat, ami korábban a 90-es években még töredezett, nem ér össze, igazából nem tudjuk jól használni, az nagyon drasztikusan megváltozik. 2010-ben például a közös busz és kerékpársávok hossza az alig volt 1 kilométer, 4 évvel később közel 20 kilométer volt. Tehát elindul, ez óriási lépés a hálózat irányába. És az egyirányú utcákba, buszsávokba való behajtás, vagy az András, vagy a Kiskörút, amit Áron is említett az elején, ezek el tudtak indulni egy olyan irányba, hogy általán kerékpárhálózatban már ténylegesen lehet gondolkodni, és lehet erről beszélni, ahogyan itt a képek valamelyest mutatják, hogy országos és budapesti kerékpárhálózatokban tud már gondolkodni a magyar közlekedés politika ismét, és hát ugye itt vannak, én a Balázs Morter számait vettem előtt, hogy 10% van 2030-ra célozva kerékpározás tekintetében. És hát persze azért az igazsághoz hozzátartozik, és ez nagyon fontos, hogy ott is sikerült már áttöréseket, eredményeket elérni, hogy például mondjuk lehet kerékpárt szállítani villamoson. Ugye csak visszautalok arra a 38-as Magyar Nemzet és Városok lapja cikkre 1938-ban lassan 100 éve, amikor pontosan erről beszéltek, hogy ezt kell csinálni. A közösségi közlekedés, vagy a kerékpározás együttműködésével lehet megteremteni egy élhetőbb várost és egy olyan kerékpáros infrastruktúrát, amit az itt lakók jól tudnak használni. Egyébként összességében azt gondolom, hogy ha visszagondolunk most erre a néhány 10 percre, akkor alapvetően amit jó látni mindebben, azt gondolom az, hogy a külbelvárosi kerékpáros kapcsolatok, ez a 30-as évek óta téma, és nagyon fontos fejlesztések indultak volna el az összefüggő hálózatnak a megteremtése érdekében. Vizsgálták azt, hogy a kirándulások, az agglomeráció, vagy az elővárosokban való ilyen, hát mai szóval már nyilván azt mondanak, hogy turisztikai célú, mint hogy ma azt sem mondjuk, hogy népegészségügyi szempontú, de hogy akkor még ezeket a szavakat használták, tehát hogy akkoriban előjött az, hogy ez egy egészséges alternatíva mindeközben, nem csak praktikus, nem csak olcsó, hanem ennek egyéb externális, egyéb hasznai is vannak, és kifejezetten foglalkoztak az elővárosokban való kibiciklizéssel. És azt gondolom, hogy bár talán ez meglepő, de hogy történelmileg Budapest közlekedés történetében ebben az elmúlt 100 évben valójában a nyomát sem találni annak, hogy az autós közlekedés és a kerékpáros közlekedés egymással háborút vívna. Ha valahol volt háború ebben, akkor az a közösségi közlekedés, a kerékpározás. Ahogyan itt lehetett látni, a 20-as éveknek a tiltásai, a városnak és a városi tulajdonú
közlekedési cégnek a hozzáállása egyértelműen ellenséges volt, egyértelműen tiltó volt, és amint ez az együttműködés, ez a kooperáció létrejött, akkor egészen elképesztő infrastruktúra fejlesztéseket álmodtak, mert nem csak megálmodták, hanem, ahogy itt az idézett cikk is mondja, erre a város elkülönítette a költségvetést, ezeket elkezdte, és látjuk, hogy elkészült a Petőfi hídon, és megtervezték az Árpád hídra is, és itt van egy nagyon-nagyon drasztikus, nagyon éles közlekedéspolitikai váltás, ami gyakorlatilag a 80-as években kezd el szépen egy picit fellazulni, felpuhulni, és azt gondolom, hogy valóban itt a 2010-es éveknek a közbringa rendszerével sikerül áttörni egy olyan határt, amikor ismét a kerékpározás megfelelő szintre a közlekedés politika szintjére kerül, és nem valami mozgalmi, nem valami szubkultúrás kérdés, hanem a közlekedés politika hivatalos részévé tud válni, és ami a legfontosabb, hogy a közösségi közlekedés és a kerékpározás között tud kialakulni, vagy teremtődik meg a lehetősége az együttműködésnek. Én azt hiszem, legalábbis amit én ebből látok, és amit ebből az elmúlt, majd tetszik, 100 évnek a történéseiből ki tudok olvasni, vagy át tudok itt ezen a fórumon adni, az, hogy ennek a kulcsa, a sikerességnek a kulcsa, az itt keresendő, és a hibák kulcsát is azt hiszem, hogy valamelyest sikerült felvázolni. Annak érdekében, hogy itt talán a jövőt érintő kérdéseket is, tehát helyesen fogalmazzuk meg, jól fogalmazzuk meg a kérdéseinket, abban remélem, hogy sikerült egy pár gondolattal segíteni a további gondolkodást, és hát én nagyon remélem, hogy tényleg az, hogy van mindennek előzménye, van egy története, van egy elméleti rendszere, az képes segíteni azt, hogy jól tudjunk érvelni, és jól tudjunk visszamutatni azokra a példákra, vagy történésekre, amelyeket egyébként ott esetben föl tudunk használni, akkor, amikor a kerékpározás, a közösségi közlekedés, illetve a városi élet, a mindennapi életünknek és a városi térhasználatunknak kérdéséről folytatunk diskurzust ebben a városban. Én nagyon köszönöm még egyszer a meghívást, és remélem nem voltam túl hosszú. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Gábor, én három kérdést tennék fel neked, az egyik az mondjuk egy dupla. Szóval ez a szovjet közlekedéspolitika, ez mennyire volt szovjet? Mert azért Nyugat-Európában is látjuk azt, hogy a világháború után a kerékpár helyett az autó került előtérbe, de aztán valahogy visszajött a kerékpár, és nálunk meg ez később jött, vagy mi lehetett itt a kulcs talán? Hát itt vasfüggöny két oldalán. Itt a kulcs az pont az, hogy a vasfüggöny túloldalán vagyunk. Tehát, hogy ez egy autokratikus, felülirányított rendszer, amiben ráadásul azt a technológiát kell használnunk, ami egyébként keletről érkezik. Tehát annak a futurisztikus várostervezésnek a mintája már nem Bécs és Párizs és London, ahova egyébként a magyar mérnökök és a magyar szakemberek kiutaznak, tanulmányozzák Amsterdamot, Kopenhágát, Berlint. Nem csak akkor, amikor kerékpáros fejlesztések vannak. Amikor például a Budapest első buszgarázsát megtervezik, akkor pontosan, tehát magam láttam azt a jelentést, amit Till Antalék készített, akik bejárták Londont, Párizst, Berlint és a nyugati városokat. Azt is tudták, hogy hány óra, hány perckor mennek el ebédelni a munkások a garázsban. Így jött létre egyébként itt nem messze a Szent-Domonkos utcai Császár András utcában az első buszgarázsa Budapestnek, amiként Európa legnagyobb buszgarázsa volt. Tehát, hogy az, hogy mik a minták és mik a mércék, az változott meg valójában. De hogy lehet, hogy egy, hát nevében legalábbis, vagy diskurzusában nagyon munkás rendszer a munkások közlekedési módját nyírta ki? Hát ebben azért az is szerepel, hogy ha egy picit a szociológia vizeire élvezünk, akkor azért az a munkásság, ami a második világháború előtt van, és az a munkásság, ami a második világháború után, az nem ugyanaz. Tehát egészen más az a közönség valójában. Tehát tulajdonképpen a munkásság 40-ben egy politikai termék, miközben egyébként a második világháború előtti időszakban azért a munkásság egy öntudatos réteg. Ne felejtjük el, például Magyarország első munkás újságja németül jelenik meg.
Tehát, hogy itt azért a magyar munkásság az egy öntudatos, iparos társaság ebben az időben. Szóval itt összességében, tehát ami nagyon megváltozik, az, hogy egészen másan ért, tehát nem alulról nézzük már ezt a várost. Tehát itt ilyen terepasztalokon ide-oda aluljárokat dugdosunk be, autópályákat vezetünk rá, hidakra, vagy éppen a belvárosra, ahol ahogyan láttuk itt a Ferenciek terén, megszűnnek ezek a kedves kis fagyizók, meg sétáló terek, és tényleg, mintha fentről valami terepasztalon mozgatnának itt mindent. Jó, tehát akkor valószínűleg nyugaton például azt segíthetett ebből visszarendezni, hogy demokrácia volt. Hát volt, elég fontos. A demokráciának egy fontos kulcs az, hogy együttműködünk, és itt ez szűnt meg, tehát a tömegközlekedési cég. Én most nem akarom, hogy senki ebből vissza ne idézze a 90-es évek BKV-ját, de azért a BKV, tehát a budapesti közlekedés és mondjuk a kerékpáros mozgalmak, vagy a civil együttműködések azért hát nem voltak nagyon híresek. Jó, és utolsó kérdés, csak egy nagyon rövid. Akkor mi az a fő hiba, amit ne kövessen el még egyszer Budapest, hogyha szeretné, hogy visszajön a kerékpározás, és nem azt szeretné, hogy elhaljon? Hogy folytasson párbeszédet, ezt kövesse el. Tehát, hogy az a legfontosabb, hogy szerintem a legfontosabb tanulsága mindennek az, amit lehet ebből jól látni, hogy amikor megszűnik a diskurzus, és van egy autoritár megmondás ebben a rendszerben, akkor látszik, hogy ezek nem működnek, ezek egyszerűen áttörhetetlen falakká válnak, és hát valamiféle elefántcsontoronyba zárt hivatalnokok mondják meg azt, hogy hogyan kell élni ebben a városban. Ez történt. Miközben egyébként erről az útról csúsztunk mi le? Tehát itt azért valójában azért hoztam be az infrastruktúra kérdését, mert egy nagyon izgalmas kérdés, de az infrastruktúra fejlesztésében szintén nem ott van a csúszás, hogy a faktumok vagy a mérnöki tervezésben. Ott is a gondolkodásban csúszik. Tehát az útügy kapcsán is valójában egyszerűen annyi változik, hogy a gondolkodás, a szemlélet változik meg. És ebben a kerékpáros és közlekedés, közösségi közlekedési vagy a városunk a használatával kapcsolatos kérdésekben is pontosan ez változik meg. Van diskurzus, vagy nincs diskurzus? Mi itt láttunk ebben, legalábbis történelemben láttunk erre néhány évtizedet, amikor együttműködés volt ebben a témában, és láttuk azt, amikor nincs együttműködés, és nincs párbeszéd. Amikor volt együttműködés, akkor is az is együttműködés volt, hogy tiltották. Én ezzel hangsúlyoztam ezt, hogy a 27-es tiltás is már valami válasz. Hát észrevettük, hogy ez van. Reagáltunk rá. És 10 éven belül eljutottunk odáig, hogy ebben együttműködés van. Ezt folytatták nyugaton, miközben nálunk pedig nem fért bele a szemléletbe az együttműködés ezekkel a szervezetekkel. Jó, köszönjük szépen Gábornak még egyszer, és akkor folytatjuk a párbeszédet. Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Készültünk előre beküldött kérdéseket is, beépítettem a lapomra, amit a Facebook eseményben küldtetek, de hogyha szeretnétek hozzászólni, mivel csak ilyen drótos mikrofon van, van a Kerékpáros Klub Facebook oldalán egy élő videó. Hogyha alá bekommentelitek a kérdéseteket, akkor majd én ezt a végén nézni fogom, és be fogom olvasni. És jó. Akkor bemutatnám pont, nagyon jó ABC sorrendbe ültetek le. Balogh Samu, a bal szélen, várostervező, főpolgármester kabinetfőnöke, tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd a stockholmi KTH Royal Institute of Technology magyar akcentus végezte. Kutatási terület a kerékpárosok biztonsági érzete és a kerékpáros infrastruktúra közötti kapcsolat volt. Karrierje elején a BKK-nál, majd a budapesti olimpiai pályázaton dolgozott, munkája a főváros okos város jövőképének megalkotása volt. Nevéhez fűződik a londoni Healthy Streets koncepció magyarra ültetése, mely itthon a járókelő.hu gondozásában jelent meg járókelő csapata. 2014 és 18 között Budapest mellett 5 külföldi városban élt, közelebbről megismerte Európa szerte a városi lét jellegzetességeit. Hazatérte után városvédő civil aktivistaként a Ferencvárosi kiserdő megvédéséért dolgozott. Miután szakmabeliként sokszor falakba ütközött, elhatározta, hogy a budapesti politika megváltoztatásáért fog küzdeni. Részt vett Ada Colau, Barcelona újraválasztott polgármesterének municipalista kampányában, itthon civil közösségek megerősítéséért dolgozott. Közreműködött a Momentum mozgalom Budapest programjának megírásában, majd a Karácsony Gergely választási programjának felelőse lett. 2019. októberétől kezdve kabinetfőnökként a főpolgármester napi teendői mellett a választási program megvalósítására is ügyel. Balogh Samu.
Kürti Gábor, Kükü, a Kerékpáros Klub elnöke, illetve a Magyar Critical Mass és az iBike Budapest mozgalom egyik ötletgazdája és elindítója. Azzal eszem mindent elmondtam. Vitézi Dávid, várospolitikai és közlekedési szakértő, településfejlesztési szakirányon, Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdász. És a tördelés nem a barátom. A budapesti tömegközlekedés gyerekkora óta a szenvedélye. Pályafutását közlekedési civil aktivistaként kezdte a budapesti tömegközlekedés javítása érdekében. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatójává választotta a fővárosi közgyűlés. A Balázs Mór terv Budapest új közlekedési stratégiájának elkészítése, számos nagy projekt sikeres megvalósítása, budai fonódó villamoshálózat 1-es, 3-as villamosok fejlesztése mellett a szolgáltatások és működés megújítása, új buszok, villamosok, trolibuszok beszerzése, a bubli és a futárrendszerek elindítása és számos kerékpározást segítő intézkedés fűződik a vezetői pályafutásához a BKK élén. 2016 óta főigazgatóként felelős a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínen való megépítéséért, beleértve egy új állandó kiállítás tervezését és megvalósítását a Rozsdai-vezeti északi járműjavító dízelcsarnokában. Közlekedési szakemberként és tanácsadóként is közreműködött számos hazai és nemzetközi projektben. 2020. februárja óta a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, mely szervezet új intézményi hátteret és szervező erőt ad az állami városfejlesztési és különösen közlekedési beruházásoknak Budapesten és agglomerációjában. Vitézi Dávid. Mindenkinél van egy mikrofon, nyugodtan szóljatok közbe, veszetek össze, vagy értsetek egyet, rajtatok múlik. Első kérdésem egy ilyen kicsit bulváros, mindenki mondjon már léci egyet, hogy melyik a kedvenc biciklisekkel szembeni sztereotípiátok, és miért nem igaz? Kükü, te neked ebben biztos van gyakorlatod. Hát ugye a kerékpáros mozgalom olyan, hogy a futárok miatt olyan, és igazából azoknak az érdekeit szolgálja, akik nek mindegy, hogy hol bicikliznek. Ez teljesen kamu. Fél. Dávid, Samu. Én gyakran látom, hallom azt a véleményt, hogy a kerékpározás az valami ilyen, nem tudom, politikai szűk körnek és balliberális szubkultúraként létezik. Én ezt abszolút nem gondolom így, azt látom, hogy mindenféle korú, nemű, politikai nézetű ember biciklizik Budapesten, egyre többen, ez így helyes, így van jól, és szerintem fontos, hogy ne hogy mondjam, engedjük ezt a témát bekerülni egy ilyenfajta leegyszerűsítésbe. Nekem a múlt heti kedvencem a nem fizetnek adót, miért nem fizetnek adót. De fizetnek adót? És hát egyrészt fizetnek adót, de valaki kiszámolta, hogy ha a gépjárművekre vonatkozó súlyadó kalkulátor alapján kiszámolnánk, akkor azt hiszem, ami 110 forintot kéne fizetni a kerékpárosnak. Azt nem tudom, hogy havonta vagy évente. Szóval nekem ez a múlt heti kedvenc. Megkértük előre vendégeinket, hogy soroljanak föl olyan 5 kedvenc ügyet, vagy 5 legfontosabbnak tartott ügyet, amiben a következő fél évtizedben látható előrelépést szeretnének, és ezt prioritási sorrendben mondják el nekünk. Ki kezdi? Kezdem szívesen. Bár tényleg küldte egy ilyen üzenetet, de nem készültem fel ilyen listával, de az agglomerációs tömegközlekedés egyáltalán az, hogy a vasút, a hévek versenyképesebb legyen, ez most nyilván a munkám első számú része is, de ebben mondjuk, ha 5 év távlatában nézzük, szeretném azt, hogy érdemi eredményeket elérjünk, és elinduljon akár a hévek Budapestre való behozását szolgáló 5-ös metró koncepció megvalósulása, és elinduljon, sőt addigra bizonyos eredményei tekintve meg is valósuljon a körvasút átfogó fejlesztése. És ezek ugye részben budapesti fejlesztések, amik az agglomerációból teszik a vasútat versenyképesebbé. Budapesten pedig bízom benne, hogy a Lánchíd felújítása megtörténik addig, és egy olyan új forgalmi rend alakul ki a belvárosban a Lánchíd környékén, amely kevésbé autóközpontú és egy forgalomcsillapítottabb belvárost lehetővé tesz Budapesten. És sok-sok évet dolgoztunk rajta, nagyon bízom benne, hogy a Rákóczi úton a következő években történik valami, és az a fajta forgalmi rend, és az a
Hát amiről a Gábor kollégám itt beszélt az elmúlt egy órában, azt hiszem, hogy a Rákóczi útnál jobban, vagy a Rákóczi útnál erősebb mementója annak a közlekedés politikának, amit itt a 60-as, 70-es, 80-as évekből megidézett, nagyon nincsen. Hogy ez megváltozzon, ezért sokat kell még tenni, és ez nagyon időszerű. Én kicsit szűkebbre vettem, mert hogyha mindenről, akkor el lehet kezdeni beszélni a lakhatásról, stb. Úgyhogy ilyen kerékpáros közlekedés. Ez egy ilyen kerékpáros ez, de... Ugye, úgyhogy a Láncidra kapcsolatos reményeimet sem hozom inkább ide. A kerékpározásban viszont prioritásra direkt nem állítottam, mert hogy arról beszélünk, hogy rengeteg feladatunk valamit párhuzamosan kell csinálni. Tehát, hogy ami között hiba lenne, hogyha prioritási sorrendet állítanánk fel, mert pont az a fontos, hogy ezek egymást kiegészítik. Hogy szerintem nagyon fontos az infrastruktúra terén az, hogy amit az előadásban is elhangzott, hogy alakuljon ki az a kerékpáros főhálózat, ami egyébként szerintem idén az egész jól összeállt, most idéglenes kerékpársávokról beszélünk, nyilván nem olyan kialakításúak, nyilván nem így képzeljük el őket tartósan, nyilván egyelőre idéglenesek, de hogy elindultunk valamilyen irányba. A másik az ennek a párja, hogy ne csak a főutak, hanem azok a lakóvezetek, ahol alapvetően a lakó emberek élnek, azok legyenek forgalomcsillapítottak. Ez egy érdekes szám, hogy most volt ebből egy nagy balhé, Budapesten már ma is 30%-a az utaknak az 30 km/h terület. Tehát, hogy ebben nem is vagyunk olyan messze attól, mint amit elképzelünk, csak a közvéleményekkel egy sokkal mélyebb párbeszédet folytatni. Ez is egyik az ötnek, hogy érjünk el az edukációban, az oktatásban, a szemléletformálásban egy olyan rendszer szintű változást, ami szükséges ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Amikor arról van szó, hogy miért nincs a bicikliseknek kresszvizsgája, ez is az egyik kedvenc sztereotípiám, abban szerintem olyan szinten van igazság, hogy nagyon fontos lenne, hogy mondjuk egy általános iskolában az ember, vagy a gyerekek azok a közlekedésről ismereteket szerezzenek. Mindegy, hogy kerékpárral, vagy autóval, vagy gyalogosan, ezek fontosak lennének. És ami még két dolog, hogy a MOL-Bubi szerintem is nagyon fontos, és fontos, hogy javítsuk, meg újítsuk, és tényleg a közösségi közlekedésnek az integrált része legyen, tarifa szempontjából, használat szempontjából, minden szempontjából. És hogy a város, mert most a város üzemeltetése mi részünkről, a kerékpározásra is tekintsen úgy, mint minden más közlekedési eszközre. Tehát, hogy a mobilitás menedzsmentnek legyen része. Tehát, hogyha a BKK-nál van olyan mobilitás menedzsment része, aki a buszokkal foglalkozik, meg a villamosokkal, akkor a kerékpározásra is legyen ilyen. Szerintem ez öt nagyon fontos terület. Egyébként az a vicces, hogy a három szervezet közül most itt mindenki hivatalos együttműködésben van a másikkal, és kicsit más soroltak föl. Ebben a hivatali együttműködésben akkor hogy fogtok ezért dolgozni a következő években? Mit vártok? Kükülistáját meg se hallgatjuk? Hát szó. Annyira ismerem már, hogy így. Oké, tehát én szeretném elmondani, hogy szerintem Budapest a tönkremenés szélén van, tehát gyakorlatilag a közlekedés megfojtotta, ezért az én listám is onnan indul, hogy ezt kell megfordítani. Szerintem a szuburbanizáció ma minden városnak a legnagyobb gondja, és ezért azt gondolom, hogy a biciklizés az ebben is nagyon-nagyon segíthet, és a következő évektől én azt várom, hogy ahonnan a legnagyobb terhelés érkezik az agglomerációból, csak úgy, mint ahogy 1938-ban, most is meg fogjuk fogalmazni azt, hogy hogyan lehet csatolni a tömegközlekedést a kerékpározással. Ezért szerintem a kötött pályás közlekedést, illetve hát nyilván lehet belevenni az ingázó buszozás is, és tömegközlekedésnek ezeket a formáit, de alapvetően kapcsolni szeretném a kerékpározással, és hogyha valakinek sikerült eljutni a nagy bringás fellegvárakba, akkor remélem, hogy látta a fő pályaudvaraikat, és az összes ilyen intermodális átszálló helyüket, hogy egyszerűen mindenhol kapacitás problémák vannak. És tulajdonképpen egy ilyen kisváros Gráztól kezdve, mondjuk ilyen nagyobb településekig, mint mondjuk Amsterdam, gyakorlatilag emeletes, föld alá, föld fölé, mindenfelé terjeszkednek a kerékpártárlók, és azt gondolom, hogy Budapestnek ez egy óriási lehetőség, és azok az emberek, akik ezzel élni fognak, azok még egyáltalán nem ülnek Budapesten biciklin, és az agglomerációban sem ülnek biciklin. Tehát egy teljesen új közeg, akik egyszerűen egyáltalán nincsenek megszólítva. Nincs is a mentális térképükön sincsen az, hogy ezt a kettőt össze lehet kötni. Hogyha valaki a kerékpárral így gondolkozik a vonaton, akkor abban gondolkozik, hogy föltegye és akkor elhozza Budapestre, ha van neki, de abban, hogy mondjuk kettő legyen neki, és csak a két végponton használja a kettőt, az egy teljesen
új gondolat lesz. És ebben nagyon remélem, hogy majd együtt tudunk működni a fővárossal is, és a BFK-val is, hogy ebben egy érdemi áttörés legyen. Aztán utána a forgalom csillapítás, ez egy nagyon fontos dolog, lehet végtelenségig veszekedni azon, hogy amszterdami, vagy koppenhágai, vagy berlini példa szerint fejlesszük az útjainkat. A kerékpáros klubnak azért úgy nagyjából kifort, hogy milyen útra, milyen megoldásoknál mit javasol, de azért azt gondolom, hogy alapvetően a tömegeket az fogja kerékpárra ültetni, hogyha csillapodik a forgalom a városban, a város minden területén, tehát nem csak a főutakon, hanem a mellékutakon, a lakóövezetekben. Tehát ezért nagyon előremutatónak tartom azt, hogy átgondoljuk a sebességkorlátozásokat, illetve hát ez lassú dolog, de újra tervezzük az útjainkat. Tehát, hogy amikor felújítunk, akkor olyan utakat, ahogyan most kinéznek a Kertvárostól kezdve a Rákóczi útig, ilyenek már ne létesüljenek. Aztán utána nagyon fontosnak tartom a Kreszt. Szerencsére van egy harmadik együttműködésünk is, a Révész Máriusz kormánybiztos miatt, ami egy kicsit erre felé is tud kihatni, és hát ha minden igaz, akkor ugyan 4 éve van csőbe, de most már tényleg nagyon a csőbe van új kerékpáros Kreszt, ami egyébként gyalogos területeket is érint szerencsére. Ezeket is beemeltettük, úgyhogy azt gondolom, hogy hozzá fog igazodni az elvárásainkhoz a Kreszt is, és egy élhető város alapját teheti le. Mondok egy infrát is, nekem nagyon nagy álmom a Lánchíd, nyilván szimbolikus is, minden tekintetben, történelmileg, város történetileg és mindenhogy. Azt gondolom, hogy a Lánchídon egy buszkerékpársávnak kellene lennie, vagy hát legalábbis egy ilyen funkcióban bíró hídnak kellene lennie. Ahogyan Winkler Robert fogalmazta most egy videóban, amikor láttam egy beszélgetésen a Restart videóban, a Lánchíd az egy semmi a közlekedésben a jelen pillanatban, és én is ezt gondolom, hogy körülbelül 18 000-16 000 egységjárművel a két szomszédos 60 és 70 ezeres egységjármű forgalmú híd között gyakorlatilag egy lehetőség inkább, mint most ebben a funkciójában, ahogyan most a csúcsidőben áll, mint a beton. Az Euróveló 6-ot is várom, hogy beérjen Budapestre. Ezt azért várom, mert azt gondolom, hogy minden közlekedési célú felfutás, tehát kerékpározási felfutás előtt van egy ilyen turisztikai, legalábbis az elmúlt 1-2 évtizednek ez a tapasztalata, hogy azok, akik először elbicikliznek a Dunakanyarba, meg Szentendrére, vagy nem tudom, azok utána következő lépésként szoktak bekapcsolódni a városi közlekedésbe kerékpárral. Illetve hát van még egy elég fontos dolog, nagyon szeretnénk, hogyha a kerékpározás az a helyére kerülne és adókedvezményben részesülne ugyanúgy, vagy hát az adózási oldalai hasonlóak lennének az autóhasználathoz. Ugye nem tudom, ismeritek a cégautó adózást, hogy mit tudom, kilométerenként 15 forint, tehát hogy gyakorlatilag támogatja az állam az autóval munkába járást, aminek biztosan vannak praktikus előnyös oldalai, de a kerékpározás nem érinti túl jól. Szeretnénk, hogyha nemzetközi példákra ez változna Magyarországon is. A KPMG csinált egy kutatást a Kerékpáros Klub megbízásából, az Aktív Magyarország támogatásával, és gyakorlatilag kész javaslatot tettünk le, amit a mai napon küldtem el e-mailben 3 miniszternek, meg egy miniszterelnöknek, remélem, hogy elolvassák. Voltak itt azért ilyen közös pontok, tehát mondjuk a forgalomcsillapítás, az elővárosi kapcsolatok, ebben milyen szakmai együttműködést tud ez a 3 szervezet kialakítani? Mit tud adni egymásnak, vagy mit várna a másiktól? Jó együttműködést. Tehát, hogy alapvetően a Kerékpáros Klubban ugye még az előző városvezetés kötött egy megállapodást. Ez nem tudom, van-e rá igény, de nyilván meg lehet újítani, hogyha az szükséges. Alapvetően mi úgy álltunk hozzá, hogy nem a szimbolikus gesztusok, hanem a napi munka, ami fontos. Ez el is indult a főváros és a Kerékpáros Klub között. A BFK-val, illetve a kormányzata pedig van egy formalizált együttműködése a fővárosnak. Az FKT keretein belül lehetőség van egyébként konkrét projektekről is beszélni, de például a legutóbbi ülésre felterveztünk egy olyan témát, hogy hogyan lehet akkor együtt a közlekedés biztonság érdekében közösen közreműködni, úgyhogy én azt gondolom, hogy és ebben nyitottság is volt a másik oldal részéről. Tehát, hogy kicsit vicces ez a helyzet, de talán ilyen szakpolitikai, vagy a várost érintő szakpolitikai kérdésekben a mostani fővárosi önkormányzat és a kormányzat közelebb helyezkedik egymáshoz, mint az előző
fővárosi vezetés és a kormányzat. Mi lennénk a legboldogabb, hogyha meg legboldogabbak, ha csak ez a szakmai munka lenne az, ami meghatározná ezt a viszonyt. Nyilván nem csak az, most szerintem erről ne politizáljunk, nem azért vagyunk itt, de hogy a részünkről ez a szakpolitikai rész az abszolút nyitott. Dávid, ezt hogy látod? Szerintem, ahogy ezt most a Kükő az előbb föl is vezette, elemi szükség van arra, hogy ne ilyen vagy-vagyokba gondolkodjunk. Nekem a ha itt van a szerzője, akkor szívesen egy, ahogy a Gábor mondta, egy rozé mellett is folytatom engem. A legjobban felbosszantó cikk a szakpolitikai világban az elmúlt hónapokban, most az ilyen hagyjuk ezeket az ilyen kerékpáros vitákat, de ami a velejébe vágott ennek az egész kérdésnek, az az volt, ami azt próbálta szembeállítani, hogy a kompakt város elképzelése és az elővárosi vasút fejlesztése az egy vagy-vagy kérdés, és el kell dönteni Budapestnek, hogy hévet és agglomerációs vasutat fejlesztünk, vagy belvárosi kerékpározást és forgalomcsillapítást helyezünk előtérbe. Ez nem hogy vagy-vagy, hanem olyannyira is, hogy a kettő nincsen egymás mellett. Hogyha kinézünk ide a Hungária körútra, vagy bármelyik főútra Budapesten, akkor legjobb esetben minden harmadik autó az agglomerációból jött be reggel, és megy oda-vissza a munkaidő után. De vannak olyan szakaszok, talán a Hungária egyébként pont ilyen, ahol ez az arány még ennél is nagyobb, tehát még akár a felét is elérheti az elővárosokból autóval ingázók száma a teljes autóforgalomban. Tehát Budapesten a forgalomcsillapításról, a közterületek élhetővé tételéről nem lehet úgy beszélni, hogy nem beszélünk az előváros és az agglomerációs kérdésről, amiben világos az állam feladata és szerepköre. Itt ez a dilemma nagyon régóta meghatározza ezt a vitát, ugye alapvetően ugye Gábor a kerékpározásra koncentrál, de ennek az egész szocialista várospolitikának azért volt egy olyan velejárója, hogy kifejezetten tiltotta és akadályozta az agglomerációba való kiköltözést és az agglomerációs települések fejlődését. Lényegében rendes közműhálózat sem volt a legtöbb agglomerációs településen a rendszerváltásig. Ezek inkább ilyen nyaralóként, telkekként működtek. És a lakótelepekre koncentrálták a településfejlődést és a lakosságszemnövekedést, amely lakótelepek ugyan ma már messze nem érik el, és talán sosem érték el azt a minőséget, amit a városi lakhatásban ideálisnak tartunk, de olyan fajta sűrűséget hoztak létre, amelyet tömegközlekedésre jól ki lehetett szolgálni, mind a mai napig jól ki lehet szolgálni. A metróink, villamosaink, buszhálózatunk Budapesten jellemzően arra épül, hogy ezeket, vagy egy nagyon nagy mértékben arra épül, hogy ezeket a lakótelepeket kiszolgálja, és hogyha a legsűrűbb budapesti történelmi belvárostól elindulunk kifelé, a tömegközlekedés igazán ott versenyképes, és ott használják sokan, ahol a nagy lakótelepi övezetek találhatók. Hát meg bocs, azért azt hozzátenném, hogy a lakótelepeken ott még úgy terveztek boltot, óvodát, iskolát, minden gyaloglási közelségre. Hát és tömegközlekedést is többnyire. Ez ugye a mai lakóparkokra messze nem igaz ennyire, sőt, tehát etéren Budapest egy új kihívással szembesült a rendszerváltás után azzal, hogy elkezdtek tömegek kiköltözni Budapestről, lényegében a megszerzett lakásukat eladva egy kertesházat tudtak vásárolni Budapesten kívül, és ez a folyamat annyiban megállt az elmúlt években, az előző nagy pénzügyi gazdasági világválság után, a tekintetben megállt, hogy a kiköltözés lelassult, viszont a beköltözés a turizmus növekedésével, az Airbnb megjelenésével, a budapesti lakásárak emelkedésével, lényegében a vidékről Budapestre tanulni, dolgozni érkezők egy jelentős része már nem tudja megfizetni a budapesti első lakást vagy lakhatást, és emiatt aztán az első otthonát az agglomerációban találja meg. Ha megnézzük a KSH lakosság prognózisát, Magyarországon Budapest nagyjából a lakosságszámstagnálást jósolnak, a legtöbb vidéki térségben egy-két nagyváros, Debrecent kivéve csökkenést, és a budapesti agglomerációban fog nőni a lakosság a legnagyobb mértékben, aminek az az oka, hogy Budapestnek a gazdasági mágnes hatása az agglomerációban csapódik le. Ezt az utat valószínűleg picit el lehet téríteni, hogyha jól csináljuk, ha jól együttműködünk, hogyha Budapest központja élhető, hogyha a rozsdaövezetekben történik inkább ingatlan és lakásfejlesztés, és nem az agglomerációban. Ennek érdekében ugye most egy áfakulcscsökkentés történik. És hogyha az agglomerációból a tömegközlekedés fejlesztése megvalósul, hiszen
itt a legtöbb, amit elérhetünk, hogy egy kicsit el tudjuk ezt a vektort téríteni, és nem az agglomeráció lakossága nő még jobban, de olyan reális forgatókönyv, amiben azt tudnánk gondolni, és itt térek vissza az előbb említett vitához, hogy akik kiköltöztek az agglomerációba az elmúlt 3 évtizedben, azok majd tömegesen visszaköltöznek Budapestre a saját életükbe, ez egész egyszerűen nem egy reális feltételezés. Tehát az, hogy számukra versenyképes tömegközlekedési lehetőséget adjunk, ez elemi fontosságú. Ma Budapesten 60% körül használják a tömegközlekedést a reggel útnak indulók. Most a ma értsük az a járvány előtti helyzetet, reméljük visszaérünk ide hamarosan. Ehhez képest az agglomerációban ez az arány rosszabb, mint fordított, 2/3 az autóval ingázók száma. Tehát ebből ered az, amit az előbb mondtam, hogy az autóforgalom egy jelentős részét Budapesten belül is ez az autóval ingázás adja. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy hol lehet olyan útvonalakat létrehozni, ahol kerékpárokkal, vagy valóban sikerült egy olyan egyetértést létrehozni az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kerékpáros Klub között az elmúlt hetekben, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlását is támogassa a kormány, nem csak az elektromos autókét. Én nagyon remélem, hogy ez megvalósul. Tehát az se kizárt, hogy kerékpárral, elektromos rásegítésű kerékpárral ingázzanak az agglomerációból Budapestre. Érdemes egy ilyen kerékpáros infrastruktúrán együtt dolgoznunk, hiszen ennek a budapesti szakasza nyilván fővárosi kompetencia, de sok helyen ebben van állami feladat is. Az Eurovelók segítenek ezen, akár Érc-Szászhalombatta, akár Dunakeszi, akár Szentendre felé zajlik most jelenleg is ilyen építkezés, de bőven van még teendő, és sokszor ezek ilyen turisztikai típusú beruházások, tehát pont Dunakeszin az Eurovelo elkerüli a település központot, és nem a legsűrűbben lakott területeket éri el. Tehát ebben van teendőnk, de ami ennél szerintem nagyságrendjében lényegesen több ember tud megszólítani, és hogyha megnézzük a holland és dán példákat, vagy akár London vagy Párizs példáját, azt látjuk, hogy ez a kulcs, az, hogy az agglomerációból való vasúton, kötött pályán, héven való ingázást akár meg is duplázzuk az így közlekedők számát, és lehetővé tegyük azt, hogy ők, amikor beérkeznek Budapestre, akkor vagy a saját bicikliüket kivegyék egy tárolóból, vagy egy bubira pattanjanak, és Budapesten belül is biciklizzenek, és ami ugyanennyire fontos, az agglomerációban is meglegyen az az infrastruktúra, és meglegyen az a kerékpártárolási lehetőség, hogy ott is a saját településükről, vagy a szomszéd településről, nem tudom, Etyekről a Biatorbágyi vasútállomásra el tudjanak jutni kerékpárral. Ma ennek a láncnak sok-sok eleme hiányzik, majdnem mindegyikben van teendő, vagy hát mindegyikben van teendő, amit elmondtam. Ami ebből a legnagyobb tétel, a legnehezebb, a legtöbbe kerül és a legtöbb ideig tart, az a vasút fejlesztése. Erre most a Budapest Fejlesztési Központban lényegében erre a legnagyobb erőforrásokat erre koncentráljuk, hogy ez egy új lendületet kapjon, és egy olyan vasúti stratégiát dolgozunk ki, amiből aztán konkrét projektek indulnak nagyon rövidesen, amelyek azt szolgálják, hogy a Szélrózsa minden irányából, minden elővárosi irányból, mind a 15 vasútvonalról, ami hévként és MÁV vasútvonalként beérkezik Budapestre, versenyképes ingázási lehetőségek legyenek, 15 percenként egy vonat bármelyik megállóból az agglomerációba közlekedjen Budapestre, és legalább 3 metróvonalra, hogyha most az 5-ös metrót is ebbe beleszámolva már, át lehessen szállni közvetlenül ezekről a vonatokról. Szerintem ez elsődleges fontosságú, és erre mindkét irányból a kerékpáros infrastruktúrát és szolgáltatási kört rá kell építeni. És ez azért is fontos szerintem, mert a Budapesten a kerékpározás legnagyobb problémája szerintem a helyhiány, tehát cipőkanállal kellene beletenni egy olyan úthálózatba a kerékpáros infrastruktúrát, aminek az eredménye az 1 méter széles kerékpársáv volt egyenlőre, tehát hogyha valahol létesült is ilyen hely, tehát valaki is szorult, akkor ez általában úgy történt, hogy ne fájjon annyira. Tehát volt egy ilyen üvegplafon, ami ahogy gyakorlatilag támogató volt a város mindig az olyan beruházásokban, aminek a végeredménye az volt, hogy érdemi érdeksérelem nem éri a gépjármű közlekedést. Na most valószínűleg az agglomerációs terhelés egy nagyon versenyképes vasúttal, ahogy Európában látjuk, tényleg London, tehát rengeteg példát lehet mondani, olyan terhelést tud levenni a városról, ami egyben, most mindamellett, hogy kerékpárral jelennek meg a pályaudvaron a felhasználók, amellett a hely is biztosított lehet azáltal, hogy eltűnnek
ugyanezeknek a felhasználóknak az autói a városból, a belvárosokból. És ez a kettő együtt szerintem nagyon fontos, de tényleg nagyon messze vagyunk. Tehát én a mai napon is vonattal ingáztam be, 40 km/h maximum sebességgel megy a vonat, Stravával lemértem. Tehát gyakorlatilag egy ilyen korlátozás van, gondolom. Végig lehet látni, hogy hol mehet 40-nel, van egy kis szakasz, ahol 60-nal is mehet. És azt gondolom, hogy ez elképesztő. Tehát amikor a Nagykörösi úton megy a vonat, és egy országúti kerékpáros leelőzi a vonatot a Nagykörösi úton, akkor szerintem el kell gondolkodni, hogy ez így nem oké. Tehát itt még nagyon-nagyon van hova fejlődni, és nem vonzó. És egyébként összességében még a 40-nel is szerintem gyorsabb, mint autóval, az a vicc, de hogyha ez menne akár így 2025-re mondjuk 80-nal, az olyan egy számot mondja, tehát hogy akkor elképesztően csökkennének a menetidők, ami nagyon vonzóvá tenné mindezt. Akartál erre reflektálni, vagy kérdezhetek? Ez csak egy dolog, hogy az egy méter, ami maximum ki tudja jönni a rendszerből, azért most olyan sávok létesültek, amik két méter felett vannak, tehát hogy olyan nagyon fontos részek, Üllői út, Nagykörúti út, azok mind olyan sávok, ahol még akár meg is lehet előzni biztonságosan a kerékpárost. És egymás mellett lehet biciklizni úgy, hogy beszélgetünk. Nekem ez a kedvencem egyébként, és ezt nagyon sokan nem értik, hogy ez miért fontos, de szerintem ez alap. Egyébként így nem tudom, hogy direkt, mint a tüzet, úgy kerülitek a dugódíjak kérdését? Mert az lehet, hogy megoldan elég sok mindent, nem? Nem feltétlen kerüljük, vagy én legalábbis nem volt benne nem a fejem, hogy igen, igen, mert vannak más eszközök is. Most a dugódíj egy olyan eszköz, ami jelenleg nem áll rendelkezésére a fővárosnak. Tehát, hogyha most eldöntenénk, hogy holnap ezt szeretnénk, akkor nem tudnánk megcsinálni. Viszont van egy csomó más eszköz, és van egy helyzet, ahol nekünk cselekedni kell azonnal. Tehát, hogy abszolút egyetértek azokban a hosszú távú elképzelésében, amik itt elhangzottak, pont ezt kell csinálni, de közben azt is kell látnunk, hogy kell ma is valamit csinálnunk. Az, hogy milyen közlekedési arányok vannak ma Budapesten, az drámai. Tehát a koronavírus alatt elérkeztünk oda, hogy ameddig korábban nagyjából egálban volt a közúti közlekedés és a közösségi közlekedés, ma kétharmada az utazásoknak az a városon belül is autós, és a közösségi közlekedés pedig írtózatosan lecsökkent. Nyilván ez egy pillanatfelvétel volt valamikor a járvány alatt, folyamatosan növekszik vissza, látjuk a bérletbevételeken is minden, hogy folyamatosan emelkedik, de hogyha nem csinálunk valamit ezzel a helyzettel, tehát hogy a főváros átteszi, vagy felteszi a kezeit, és nem kíván aktívan belenyúlni abba, hogy hogyan tudunk közlekedni Budapesten, tehát tovább növekszik az autósforgalom aránya, akkor ez a város egy masszív dugó lesz, és nem lehet közlekedni sehonnan, sehova. Erre viszont nagyon jó. Sőt, annyit hozzátennék, hogy gyakorlatilag először láttam Budapesten bátorságot ilyen tekintetben, meg is lepett, hogy ennyire keményen rögtön beleállni valamiben, tök jó. Gyakorlatilag 2004 óta vagyunk ilyen bringás aktivisták, és mindig az volt, hogy egy ilyen centiről centire kellett mindenért alkudozni. Most először volt olyan, hogy amit én mondjuk elképzeltem, annál több lett hirtelen, és nekünk volt is egy ilyen belső ilyen vitánk, vagy nem tudom, hogy hol van az a határ, ahol most hirtelen meg lehet valósítani egy körúti kerékpársávot, de egyszerűen tényleg beleszerettem abba, hogy először van az, hogy nem a kompromisszumokkal foglalkozunk, de azért azt látni kell, hogy azonnal lett is belőle elég nagy vihar, tehát ezt így... Igen, de egyrészt ezt ígértük, tehát hogy azért is csináljuk ezt, másrészt meg az előző gondolat, mert ha nem csinálnánk semmit, akkor dugó lenne. Nekünk az a feladatunk, hogy Budapesten lehessen közlekedni, és ez ilyen szempontból nem egy kerékpáros fókuszú megközelítés, hanem általában a fővárosi önkormányzat az a dolga, hogy lehessen közlekedni. Azt látjuk, hogy nem csinálnánk semmit, akkor dugó lenne. Ezért alternatívát kell nyújtani, és ebben a közösségi közlekedés és a kerékpározás is tök fontos. Egy óriási gyufát húzogat, ez pedig a dugó kérdése, főleg a Nagykörúton most, hogy tekertünk ide a László János emléktekerésen. A Szent István körút be volt állva, 2x2 sávos forgalmi sávval, a kerékpár sávos szakaszokon olyan az a forgalom volt, mint amit én hétvégén esténként se látok, mert akkor viszont mindenki 80-nal megy, biztos józanul, na mindegy. De hogy van arra adatotok, hogy hogyan alakul ez az egész? Tényleg a forgalmi sáv elvételének lehetett olyan hatása, hogy emberek elrettennek attól, hogy bejöjjenek a városba autóval, vagy átszállnak más eszközre, vagy máshol van a dugó?
Egyrészt abszolút lehet. Azt látni kell, hogy nagyon gyér a fővárosnak az örökölt infrastruktúráján szempontból, hogy adatokat tudjunk gyűjteni. Ezt most rohamtempóval próbáljuk pótolni, de nagyon gyér a rendelkezésünkre álló adat. Az viszont biztos, hogy a Szent István körút és a Ferenc körút, a kettő ilyen szempontból hasonló. Ugye most nincsen idénes kerékpársáv még, de ott nagyobb is a forgalom. Tehát a Margit híd és a Váci út között, és a Petőfi híd és az Üllői út között, ott van egy olyan sarokforgalom, ami jóval nagyobb, mint a Nyugati és a Korvin között, ezért ez teljesen tudatos, tehát hogy azért egy végig gondolt lépéssorozat volt, még hogyha úgy is látszik, hogy... Én azt olvastam, hogy ez egy eszement és végig gondolatlan dolog volt, nem? Hát igen. Nem, te olvastam még sok mindent. Az egyik az az, hogy a kerékpározást addig nem lehet fejleszteni, amíg nem ért körbe az M0-ás. Erről mit gondoltok? Akkor mondok még egyet. Az M0 nyugati szektora jelenleg most már semmilyen településrendezési jogszabályban nem szerepel. Az országgyűlés megszüntette a településrendezési törvényben is ennek a kijelölését. Tehát én nem gondolom, hogy ez a következő évek reális beruházása lenne, és ehhez bármit érdemes lenne kötni. A nagykörút kapcsán, illetve mondjuk úgy kicsit távolabbról indulva a kerékpársávok bővülése kapcsán, azt látjuk világszerte, hogy számos város szembesülve azzal a dilemmával, és ugye Budapest ilyen szempontból egy szerencsés helyzetben van, hiszen most itt tudunk együtt ülni, de hát azért látjuk, mondjuk Amerikában ez még elképzelhetetlen lenne. Tehát számos városban ez a válság lényegesen jobban elhúzódik, mint szerencsére nálunk. Ezeken a helyeken a közlekedésben teljesen átalakulnak a preferenciák, a tömegközlekedéstől tartanak az emberek, egyre kevésbé Budapesten, de sajnos még mindig látszik, hogy itt is. És az egyéni közlekedés felé mozdulnak el, aminek a kerékpározás egy fönntarthatóbb válasza, az autózás, amit persze a legtöbben választanak, pedig egyszerűen most a környezeti dolgokat félre is téve egy pillanatra, de nem elfeledve, már csak a helyhiány miatt is nem az. Tehát az, hogy ebben kellett lépni, ezt én a legelső hetétől talán ennek a pandémiás helyzetnek magam is írtam és posztoltam, és szerintem nagyon helyes az, hogy a Bartókon, vagy a Tétényin, vagy ezeken az útszakaszokon ezek a régi tervek megvalósultak. Ezek nagyrészt egyébként még 5 évvel ezelőtti tervek voltak. A körút esetében ugye a BKK-nak volt egy terve 2013-ban a Bubi intézkedési tervben, amely azzal számolt, hogy lényegében ezt a 12 bécsi öl szélességű nagykörútat, ami egy elég szigorú szabályozási rendben alakult ki a korabeli FKT döntései szerint, azt úgy osztja újra, hogy megtartja a 2x2 sávot, és forgalmi sávot, és alapvetően a parkolók helyén a parkolás rovására alakítja ki a kerékpársávot oly módon, hogy nem pótolja vissza az összes parkolóhelyet. Egyébként a kiskörúton, amit megcsináltunk, átalakítás, ott is lényegében megszűnt a kiskörúton a parkolás, és nehezen lehetne azt mondani, hogy a kiskereskedelem ennek kárát látta. Több jó hely és több új üzlet van a kiskörúton, mint a felújítás előtt volt. És alapvetően az volt a korábbi terv, hogy ahol mégis rakodásra, taxiállomásra, esetleg egy-egy mozgáskorlátozott parkolóhelyre, vagy egy-egy parkolóhelyre szükség van, azt a fa közökben ki lehet jelölni. Vannak ilyen szakaszai a körútnak, például Blahánál, ahol ez meg is történt. És alapvetően azért tettük ezt, mert azt érzékeltük, hogy a nagykörút esetében ez a lépés, ez 2013-ról beszélek, egy túl nagy lépés lenne. Még hogyha a Balázs Mortár számait és akkori vízióját megnézzük, akkor abból az volt kiolvasható, hogy ha 2030-ra eljutunk oda, amit a Balázs Mortár előirányoz, akkor ez egy reális dolog, de egyfajta lépésenkénti átalakításában gondolkodtunk a főhálózatnak. Jellemzően azért is, mert azt gondoltuk és azt mutatták akkor a modellezéseink, hogy a rakpart, az alsó rakpart autómentesítését és forgalomcsillapítását azt azért valahol súlyozni kell a nagykörútéval, hiszen a köztes belvárosi kisutcák terhelése az semmiképpen nem lehet cél. Most azért a nagykörútról áramlott be ezekbe bőven forgalom, és akkor úgy mérlegeltük, azt modelleztük, több ilyen tanulmány is készült a BKK-ban, hogy az alsó rakpart forgalomcsillapítása, egy Rákóczi úti forgalomcsillapítás és a körút együtt nem megy. Tehát, hogy visszautaljak, akkoriban az volt a koncepcionális alap, ezt az anyagot meg lehet találni, Kerékpáros Klub is annó ezt látta, véleményeztétek, hogy a nagykörúton ez a forgalmi rend, ami most megtörtént, ez alapvetően a Dugódi után reális, és inkább a 2x2 sáv forgalmi kapacitását megtartja,
tartva a parkolás rovására alakuljon ki az egyébként vitán felül szükséges körúti kerékpáros kapcsolatrendszer. A főváros most egy ilyen gyors taktikai döntéssel ugye egy más utat választott. Ha jól értem, amit a főváros most szeretne, ugye nyár vége őszig tesztelitek, nézitek, hogy mi történik. Azért jelenleg ugyan nagyon jó számokat hoz más kerékpársávokkal összevetve, de még azért az autóforgalom versus kerékpáros forgalomban továbbra is megmaradt egy sokszoros szorzó. Most a mennyi ez az arány, ezt tudjátok? Ez a legpontosabb nekem egy számom hiányzik, azt mondom, Dávid megmondaná, hogy egy kombinon mennyien utaznak egyébként. 350 a kapacitása. Úgyhogy naponta meg hány ember? 30 ezer körül. Vagy bocsánat, hogy van? Hát az a keresztmetszeti legnagyobb szám 100 ezer körül van a 4-es 6-osnak a két irányú felszállutas forgalma. Remélem nem mondok szerintem a erről, számod, de szerintem ez stimmel, igen. Szerintem erről szól a körút, erről a 100 ezer emberről. Ezen kívül valamennyire látni most forgalmi adatokat, hogy körülbelül ilyen 20 ezer fölött valamennyivel volt a 20 ezer egység jármű fölött egy kicsivel volt a Ferenc körútnak a forgalma például, ami most amiatt, hogy nem a Ferenc körúton, hanem gyakorlatilag a Korvin negyedtől sávban, ez lecsökkent ilyen 13-14, tehát körülbelül ennyi ezer egység járműre. Ez azt jelenti egyébként, hogy attól, hogy egy sáv eltűnt, egy autósáv, vagy gépjármű forgalomra alkalmas sáv, vagy nem tudom, hogy PC mondani, de hogy tehát lefeleződött az autózásnak a helye, ettől nem lefeleződik a körútnak a gépjármű kapacitása, hanem csak a kétharmadára esik. Ez azért fontos, mert utána egyharmad az, ami gyakorlatilag eltűnik egy pillanat alatt. De én kapacitás, ezt nem értem, Sükű, hát kettőből egy lesz az 50%. Hát igen, de ennek az oka nyilván, hogy parkolóhelyet kell keresni, azt a szélsősávból keresik, jobbra kell kanyarodni, azt a szélsősávból intézik, plusz sávváltások vannak a végig az egész hozban, ami mindig okoz egy kis kapacitás csökkentést magán az úton, az áramlás nem tökéletes rajta. És hát kétharmadra csökken a forgalom, ami azt jelenti, hogy kiesik, mit tudom én, 6-7 ezer gépjármű. Most, hogyha azt nézem, hogy mi a körútnak a bringás potenciája, akkor simán. Tehát, hogy ha a Balázs Mortervnek a 10%-át nézem, ami budapesti 10%, tehát ez a belvárosban igazából 20, akkor azt gondolom, hogy a nagykörúton ez bőven pótolható. Tehát az, hogy 6000 kerékpározó elmenjen a nagykörúton egy irányba, hogyha ilyen ambíciója nincs a városvezetésnek, akkor a kerékpározást nem gondolja komolyan. Tehát, hogy az nem egy óriási szám. És most kapásból elment 1500 úgy, hogy folyamatosan nőtt, tehát hogy én azt gondolom, hogy július vége, augusztus végére szerintem elérhető körülbelül 3000, tehát ennek a fele ledolgozható. És ami a nagyon fantasztikus lehetőség, az pedig az, hogy a 6000 eltűnt helyet sokkal több közlekedő is elférhet. Tehát igazából a körútnak a kapacitása, a László Jánosi kapacitása, tehát hogy hány közlekedő képes átmenni a keresztmetszetén, az nőhet. Tehát ebben van az egyetlen lehetősége gyakorlatilag, hogy nőjön, mivel a kombinóra már nem tud több ember felszállni, tehát én rendszeresen közlekedek a kombinóra. Itt van egy kulcspont, tehát ez semmiképpen nem mehet a villamos rovására. Most azért azt látjuk, hogy azért ugye történt egy ilyen autósbarát intézkedés csomaga, mikor elindult egy tiltakozás hullám, néhány hete, amiben ugye belett jelentve, hogy a nagykörúti lámpákat is azért, hogy az autós forgalom jobban tudjon menni, áthangolja a főváros. Ez most nem okozott nagyobb tiltakozást, mert nyilván a tömegközlekedést kevesebben használják, de azért ez azzal járt, hogy a korábbi villamosbarát lámpa program most nem működik több mint egy hete már a nagykörúton, és újra a régi autóközpontú, nem a ez esetben most már kerék... alatt kapcsolták át autósbarátra? Hát ugye ezt a nagykörúti lámpaprogramot, amelyért én sok hideget, meleget kaptam, de ami mellett abszolút kiállok, ami arról szól, hogy a villamos kétperces 4-es 6-os követés taktusát kiszolgálandó 60 másodperces lámpaprogram legyen a nagykörúton, 60 másodperces ciklusidejű, ami segíti a nagykörúti villamosoknak az egyenletességét, és ami egyébként a villamosra hangolja a lámpaciklust. Ezt 2013 körül megcsináltuk, valóban volt egy pont, ahol
ezt kikapcsolták, én ott akkor elég hangosan meg is szólaltam, és ezt aztán visszaállították néhány nap, vagy hét, talán két hét után, és most ez megint eltűnt, és ha most kimegyünk, 90 másodperces ciklusidővel megy a nagy körút. Samunak nagyon mondani valójában, aztán téged foglak megkérdezni. Ennek utána kérdezek, nem cél egyáltalán a villamosnak a lámpaciklusát, ezt a 69 másodpercet megbolygatni. Alapvetően olyan beavatkozások történtek, például a Corvin negyednél, hogy egyszerre lehessen balra és jobbra egyenesen menni az autóknak. Tehát olyan autós forgalom javító intézkedések, amelyek mást egyébként nem akadályoznak. Hogyha esetleg ebben, nem tudom, belsős infó, stb. Ezt utána kérdezek még a beszélgetés után, de semmiképpen nem cél a nagykörúti villamosnak az akadályozatása. Mert a beszélgetésnek lesz annyi haszna, hogy a nagykörúti villamos lámpa program újra visszaáll, akkor, de akkor most evezzünk akkor vissza a kerékpározás területére. Jött egy olyan kérdés kommentben Samuhoz, hogy milyen lesz a végleges nagykörúti kerékpársáv már, ha lesz? Nagyon őszintén nem tudom, pont azért indítottunk most el egy tervezési folyamatot a BKK-nál, ahol végig gondoljuk, hogy hogyan lehet forgalomcsillapított város létrehozni, aminek egyébként része az hamarosan júliusban elinduló részvételi folyamattal kísért mintaprojekteknek az elindítása, hogy ezekre választ kapjunk. De ez nem fog megtörténni szeptemberig, amikor elvileg el kell dönteni, hogy megmarad-e a körúti kerékpársáv. Nem, de hogyha amellett döntünk, hogy megmarad, úgy, ahogy most van, akkor sem szeptember után fog rögtön átalakulni, mert az egy útfelújítás kell, terveket kell elkészíteni, stb. Tehát, hogy amennyiben pozitív döntés születik ilyen értelemben, akkor nem szeptember 1-ével indulnak el az aszfaltozó gépek. Tehát ez mindenképpen egy hosszabb távú folyamat, és ezt így is kell kezelni. A nagykörút az még azt szerintem nagyon fontos, amit a Kükül is megidézett, ezek a restart beszélgetésekben volt egy olyan mozzanat, amikor feltették azt a kérdést a főpolgármesternek, hogy de hát a nagykörút az egy kihalt hely, miért nem a járdára raktuk a kerékpársávokat, miért nem marad meg a kétszer-két sáv, stb. És ott mondta el a főpolgármester, hogy pont ez a lényeg, hogy a nagykörút az egy élettel teli hely legyen, ami nem az autó forgalomról szól elsősorban, ahol a járdákon teraszok vannak egyébként, meg ki lehet ülni, meginni egy bambit, vagy lehet menni az üzletekbe vásárolni. Ez pedig az kell, hogy a kerékpározásnak a szegélyek között legyen helye. És egyébként most kétszer-kétsáv azért sem tartható meg. A nagykörúton rengeteg helyen, ahol úgynevezett villamos megálló van, ott összeszűkül annyira az útpálya, hogy nem tartható meg a kétszer-kétsáv és még valami. Ez ugye a parkolósávos változatnak a hátránya lenne, hogy akkor ott vissza kell fonódni a kocsik közé. Viszont most akkor felmerült bennem egy újabb kérdés. Vagy azért ennek van négy verziója, de igen. De azért valójában megmondható a szimmetriája is a villamos megállónak, és megnyerjük a helyet a kerékpársávra. Jó, ez most egy túlmutat ezennek a beszélgetésnek a keretén. Viszont felmerül a kérdés, hogy még amitről szoktam sokat olvasni, és nem akarom nagyon hosszúra nyújtani, mert rengeteg nagyon jó témát hoztam, és már mindjárt 8 óra van, hogy de azért nem lehet, hogy P+R parkolókat kéne építeni, mielőtt itt a városban? És ez tök fontos, mert az előző kérdésedre a nullással kapcsolatban. De szerintem egyébként méltányolható az a hozzáállás, hogy a közúti forgalomnak a lehetőségeit, az akkor szűkítsük, hogyha párhuzamosan ezzel új alternatívák vannak biztosítva. Tehát, hogyha elvárják tőlem, hogy váltsak autóról a közösségi közlekedés, akkor fejlesztik a közösségi közlekedést. Szerintem egyébként ez egy valid hozzáállás. Jó, de P+R parkolót miért nem építettetek eddig? Az a fontos, hogy 2010 és 2019 között egyébként rengeteg ilyen fejlesztés történt. P+R-ben például 2500 P+R parkoló épült. Ezek egyébként, amiket most elmondok, részben nyilván előtte indultak, részben ebben azokban a ciklusokban indultak ezek a fejlesztések, de hát jármű tekintetében rengeteg új busz érkezett, trolibusz, villamos vonalból, budai fonódó, kétszer hosszabbodó egyes villamos, 2500 P+R parkoló, és egy komplett új metróvonal. És mindezen fejlesztések mellett érdemben nem történt meg a forgalomcsillapítás a városnak, ami szerintem nagyon durva, tehát hogy ha ezt végig soroljuk, ez tényleg egy hihetetlen sorozat. Nyilván voltak korábbi fejlesztések, amik ekkora értek be, és új fejlesztések is. De ezt nem követte az, hogy a forgalomcsillapítás megtörténjen, és ezek baleseti statisztikákban és légszennyezési mutatóban mérhető adósság a főváros részéről. Tehát, hogy mi és a forgalomcsillapítás mikor fog úgy kinézni, hogy nem csak kitesznek egy 30-as táblát, hanem valóban mondjuk fekvőrendőrt építenek, és kiterelik a lakóvezetekből az átmenő autóforgalmat? Július 1-ével vagy 15-ével indulnak azok a forgalomcsillapítási mintaprojektek, ahol nem csak 30-as táblákat rakunk ki, hanem olyan forgalomtechnikai megoldásokat keresünk, amivel valóban egyes ilyen próbakörzetekből kiterelhető az átmenő forgalom. Ezek
mintaprojektek, próbaprojektek, ezért nem járnak átépítésen, mert ugye ezt akkor nehéz visszacsinálni, arról szól, hogy kipróbáljunk valamit, de abszolút olyan eszközökkel élünk benne, ami a új forgalomtechnika kialakításával eltereli ezeket az átmenő forgalomból származó autókat, közlekedőket ezekről a szakaszokról. A P+R-ben egyébként először értük el a milliárdos nagyságrendű P+R fejlesztést, azt hiszem, de ezt most csak becsülöm, a kelenföldi P+R parkolóval, tehát az, amikor érdemben rengeteg pénzt költünk arra, hogy autók le tudjanak állni, akik az agglomerációból érkeznek, de ezt az egészet annyira zárójelbe teszi az, hogy mondjuk építünk egy 2000-es vagy 1500-as P+R parkolót, irdatlan több milliárd forintos költséggel, és akkor abban az évben az volt a csúcsberuházás ilyen tekintetben, vagy az elmúlt sok évben, miközben az agglomerációban és Budapesten mondjuk évente 50-70-80 ezerrel nő a forgalmi engedélyek száma. Tehát, hogy olyan mértékben szaporodnak az autók gyakorlatilag az agglomerációban, hogy nincs az a fejlesztés, nincs az a pénz, amivel le lehetne parkoltatni ezeket, és hogyha szerencsétlen esetben létezne ez a pénz, tehát hogy tényleg ez nem lenne gátja ennek, akkor a köztereinket felzabálná. Tehát olyan helyigénye van több tízezer, több tízezertől lehetne érezni valamit ebből egyáltalán, és több tízezer autót letenni, az annyi aszfalt és annyi intermodális csomópont, kedvező fekvésű teleknek a felevése, hogy gyakorlatilag tönkretenni a várost még jobban, mint amennyire az első körben a motorizációval tönkretettük. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen tévút, úgyhogy P+R-re költeni gyakorlatilag én nem költenék semmit, kivéve az agglomerációban, és ott is egy kicsit abban gondolkoznék, hogyha rajta múlna, hogy a MÁV valahogy kooperálna, és elképesztő mennyiségű telek van a MÁV tulajdonában az állomások körül, környékén. Egy párnak a területén épültek is ilyenek, de ennek ellenére azt gondolom, hogy egy mondjuk nem túl dombos településen, ami vasútállomással rendelkezik, annak abszolút opció a 2 kilométernyi biciklizés. Tehát 2 kilométert mezőtúron 70-80 éves emberek gázpalackkal tudnak produkálni. Tehát valószínűleg, hogyha ezt egy kicsit is megszeretik az emberek, akkor ez menni fog. Akkor Dávidhoz fordulok, és hozzátennék még egy olyan kérdést, ami kommentben érkezett, hogy lehetne csinálni egy egyeztető fórumot az agglomerációs települések, a főváros és az állam között? Lehet, hogy egy ilyen projektben például segítene? P+R-ek kapcsán, hogyha egy teoretikusan elképzelt helyzetben azt mondjuk, hogy minden agglomerációból reggel Budapestre beáramló autót P+R parkolókba szeretnénk elhelyezni, akkor ez körülbelül 3000 milliárd forintba kerülne ezeknek a P+R-eknek a megépítése. Ez, ha összeadjuk az 5-ös metrót, a 2-es metróhév összekötést, a vasúti alagutat, az összes elővárosi vasútvonal full felújítását, és minden olyan kisfolyadalati felújítást, minden metró hosszabbítást, ami ma Budapesten szó van, és villamos projektet, tehát ami közlekedési projektről az elmúlt 10 évben bárki beszélt tömegközlekedésbe, az nincs ennyi. Tehát a P+R-ek a problémát megoldani nem fogják, mert hiszen ha mondjuk azt mondjuk, hogy csak minden harmadik autót akarunk, hogy P+R-be letegyenek, akkor is 1000 milliárd forintról beszélünk. A P+R egy kiegészítő, de egy mindenképpen a probléma egy csak kis részére választadó kiegészítő megoldás. Alapvetően arról érdemes beszélni, hogy azokban a kertvárosokban és elővárosokban, ahonnan szeretnénk, hogy az emberek vasúton, tömegközlekedéssel járjanak be, de mondjuk ez lehet egy buszsávon járó előnyben részesített busz is a Budakeszi úton, ott hogyan lehet az egyébként nem lakótelep sűrűségi, hanem kertvárosias, ritkán lakott, hagyományos tömegközlekedési eszközökkel nagyon nehezen kiszolgálható városrészekből ezeknek a huboknak, az állomásoknak a megközelítését kiszolgálni. Valóban ebben a bicikli egy nagyon hatékony eszköz. Azt látjuk, hogy ez ilyen dimbes, dombosabb, még jobban szétterülő, még a vasútállomástól is akár sok-sok kilométerre is lakóhelyekkel bíró térségekben, például Párizs régiójában elektromos bicikliket adnak bérbe nagyon olcsón állandó használatra az agglomerációban lakóknak az ingázó elővárosi vasúti bérletük mellé. Tehát vannak erre példák,
én azt hiszem, hogy e felé mutat a jövő, és persze a tömegközlekedési ráhordás, az, hogy a volánbuszok ne párhuzamosan jöjjenek be a vonattal, hanem ráhordjanak, az is nagyon fontos. De azt szeretném mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a városon belül szeretnénk, itt a Balázs Mortervet gyakran visszahivatkoztuk, egyfajta egyensúlyt keresni, abban, hogy az agglomerációban a ráhordás a vasútra hogyan történik, ugyanezt az egyensúlyt meg kell találni, és itt az autós ráhordás, a P plusz R, az csak kisebbségi megoldás, vagy tehát ennek egy töredékét tudja megoldani hatékonyan, kell vele foglalkozni, de azt várni, hogy majd a P plusz R-ek megoldják, azt nem lehet. Ez komplexen P plusz R, B plusz R-t, kerékpárúthálózatot, ami ráhord Dunakeszin, Gyömrőn, Maglódon, Monoron a vasútra, meg persze a külső kerületekbe. Így gyakran most az agglomerációról sokat beszéltünk, a belső területekről sokat beszéltünk, de Budapestnek a nagykörúton kívüli, végképp Hungária körúton kívüli területén azért ma kerékpározni, vagy kerékpárra bejárni Budapest belső területére, az azért egy elég jelentős kihívás, ha belegondolunk egy Veres Péter út, vagy egy külső Üllői út térségébe, vagy még sok példát lehetne mondani, hogy az M5-ös Nagykörösi út térségébe. Bőven van etéren teendő. Most mi a BFK részéről abban gondolkodunk etéren, hogy például az új Galvani híd és az általa kijelölt új körút mentén, ahol nem kell ezeket az egymétereket keresni, mert egy új körútról beszélünk, ott kompromisszummentes, 2,2 méter széles irány, tehát irányonként 2,2 méter széles kerékpársávok jöjjenek létre, ebben egyeztetünk is veletek kerékpáros klubbal és az érintett önkormányzatokkal, meg persze a fővárossal, vagy akár hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi útnak a felújítása, ami egy állami beruházás, ott végig kiépüljön egy olyan kerékpáros infrastruktúra, ami nem csak a környező kerületeket köti össze, hanem akár Monor felől, Vecsés felől, vagy akár magáról a repülőtérről, akár az ott dolgozók számára egy kerékpáros kapcsolatot ad a belső Üllői út, az Üllői úti kerékpársáv felé. Az agglomerációs településekkel pedig dolgozunk együtt. Elég kevés közös problémája van Budakeszinek és Maglódnak, meg Monornak és Dunakeszinek, hiszen ez egy gyűrű. Persze elvontan igaz, de a problémáik nagyon mások, hiszen nagyjából sugarasan merül föl minden probléma. Tehát vonali elven szervezzük ezt inkább. Most a hévek kapcsán az összes Ráckevei hév által érintett településsel, Szentendrei hév felújítása kapcsán, aminek a tervezése most indul, az összes ott található településsel kapcsolatba léptünk, egyeztetünk, az igényeiket kikérjük. Elmondjuk nekik, hogy mire számítsanak, hogy ők a saját településfejlesztésüket tudják ehhez amennyire lehet igazítani. Itt azért van egy érdekkülönbség, hiszen az agglomerációs települések alapvetően a saját növekedésükben érdekeltek, és ez gyakran zöldmezők bevonásával teszik meg. Tehát itt azért van egyfajta érdek különbözőség is, a fővárossal is, meg azért alapvetően egy ilyen regionális logikán gondolkodó állami szereplővel is, de abszolút számítunk rájuk és együttműködünk. Az, hogy most mind a 100 települést összehívjuk egy asztal köré, attól nem biztos, hogy hatékony output remélhető. Itt egyébként felmerült egy nagyon jó téma, ami az összes ilyen kérdőívezésben fel szokott jönni top 3-ban, a külváros-belváros összekapcsolása. Ebben mikor lehet várni valamilyen eredményt? Kerékpáros szempontból? Például a külső Üllői út merült most föl kommentben is, de az egy olyan része például a városnak, aminek nincs, de az Euróvelót is akár ide tehetjük, mert annak is lehet hasonló hatása. Szerintem ebben most is érünk el azért elég nagy dolgokkal. Tehát az, hogy az Üllői úton lehet kerékpározni a belvárosból egészen az Ecseri útig, vagy a Könyves-Kálmán körútig, ott már nem egy tökéletes minőségű hálózathoz, de valahogy csatlakozik, el lehet érni kispesti lakótelepet. Ugyanezt, hogyha most megcsináljuk néhány héten belül a Baross utcát, akkor onnantól kezdve a Kőbányai úton el lehet érni Kőbányát. Új-Budán ez szerencsésebb ott már rendelkezéssel, hogyha megcsináljuk a nagykörútnak a hiányzó részét, a Petőfi híton. De mondjuk ez a keletpestieknek, Rákos keresztúrnak nem fog sokat adni, vagy Újpalotának. Ez így van. Lépésről tudunk haladni, de nyilván az a cél, hogy ezeket meg tudjuk csinálni hosszabb távon. Látsz valamilyen esélyt ebben a ciklusban? Ugye ez is ígérete volt a főpolgármesternek a kerékpáros klub listájában, amit elfogadott. Persze, alapvetően ez egyrészt forrás kérdése, ebben szűkösek a lehetőségeink. Nyilván a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés az nem a legdrágább a közül való, tehát ilyen szempontból ez egy szerencsés helyzet. Meg hát nyilván az a társadalmi véleményformálás és átalakulás, ami azt gondolom, hogy most elindult, egy nagyon plasztikus kérdése, hogy kikerültek a konkrétan az aszfaltra ezek a kérdések, akár a Nagykörút és akár az Üllői út kapcsán, és az embereknek van lehetőségük erre reagálni, vannak részvételi felületek a fővárosnál, ezek indíthatják ezt el, hogy igen, emberek használják ezeket a sávokat, emberek azt gondolják, hogy ez jó, vagy hogy egy olyan város irányába szeretnénk menni, ami ezeknek
a része, akkor ez oda vezet el, hogy megépítsük ezeket a hiányzó elemeket. Egyébként nagyon jó kérdés, most akkor ugranék egy témát a szemléletformálásra, hogy mondtad, hogy ott van látható és beszélgetünk róla, de hogy eddig mindig eléggé beton vagy infrastruktúra központú volt a kerékpározás. Mit láttok a szemléletformálás lehetőségében, vagy jövőjében, vagy mit kezdeményeznétek? Én egy Velocity konferenciáról, amikor János hazaérkezett, akkor hallottam tőle először, hogy ott ezt így kimondták kerekperc, hogy egy euró szemléletformálás az a kerékpározásnak a nagyságában, tehát a számokban körülbelül 100 euró infrastruktúrális fejlesztéssel azonos eredményt szül. És ezt több városnak a példáján levezették. Az, hogy ez most Budapesten mennyire igaz, azt nem tudom. Nyilván elég mostoha körülmények uralkodnak bizonyos területeken, és egy-két kerületi polgármester az nagyon megőrizte az úthálózatát a kerékpározóktól, mások pedig nagyon ambiciózusan mindent támogattak, amit az asztalra tettünk gyakorlatilag, és ez ebben pártvonalon szinte nem is volt törésvonal, hanem egyszerűen tényleg emberi oldala van. Tehát mit tudom, mondjuk egy 13. kerület, vagy Újpest, vagy Újbuda, tehát hogy egyszerűen voltak pozitívan hozzáálló kerületek, és voltak, akik teljesen elzárkóztak. Most azt nem mondom, hogy csak szemléletformálással rá fogunk venni mondjuk egy 18. kerületi embert, hogy a Nagykörösi úton, ami kivilágítatlan és megkerülhetetlen, gyakorlatilag mégis vállalja be, mert valamivel egy reklámmal egyszerűen megsiratjuk, és akkor ráül és útnak indul. De azt viszont gondolom, hogy nagyon nagy tömegeket lehet lehalászni, és itt van egy ilyen, ugye a mozgalomnak van egy állandó ilyen problémája, hogy ilyen tyúk vagy tojás kérdés, hogy ha nincsen sok kerékpározó, akkor nincsen sok politikai súlya a kerékpározásnak, és viszont hogyha az emberek, tehát ha nem fejlesztünk, akkor az emberek nem fognak a kerékpározás mellett dönteni, és nem lesz sok kerékpározó. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan ilyen asztalt felborító dolgok egyébként, mint például a körút is, hogy amikor kitörünk ebből, és előrébb lépünk, előrébb jutunk egy mezővel végre. De azért nincsenek még szexi óriás plakátok a Nagykörösi út vagy a Nagykörút mentén. Én nagyon hiányolom például a bubi rendszer mögül azt, amit Bécsben láttam. Tehát amikor mint a Bécsben jártam, akkor óriás plakátokon nagyon menő, tök ilyen szerethető reklámok voltak, ahol reklámozták a közbringa rendszerüket, de úgy általában is voltak olyan ellenállási pontok, amit itt sosem értettem, tehát hogy például a közbringa az nincsen eladva, mint ráhordó eszköz egyáltalán a városban, tehát nagyon sokan az egy bringás fejlesztésnek érzik, akik nem használják, gondolva, hogy a kerékpárosok csináltattak maguknak közbringát, amit aztán nem használnak, és ezért veszteséges. Miközben itt arról van szó, hogy egy közbringa állomásnak a 200 méteres körzetébe szerintem mindenkinek be kéne dobni egy valami tacepaót, ami rajta van az, hogy ez neked van azért, hogy a metróhoz ne egy trolit kelljen várnod, és nem tudom, hanem azonnal itt van a házad előtt, neked ez itt teljesen alkalmas, elvisz az Arany János utcai metró megállóig, mindennél gyorsabb, nyersz minden nap 2x8 percet, az 16 egy évben, nem tudom, és hogy ezeket el kell mondani szerintem, és ezt hiányoltam, tehát hogy valahogy az infrastruktúra mindig megtörtént, de a szoftver az mindig elmaradt. Tehát... Dávid. Igen, mindjárt szemléletformálásra is, de csak most a Bubi kapcsán, amit Küki mondott, tehát én azt gondolom, hogy a Bubi semmivel nem... Tehát a Bubi kapcsán ezt az ilyen nagyon negatív kommunikációs környezetet, amit kialakult, azt én őszintén szóval nem értem. A Bubi semmivel nem veszteségesebb, mint a 73-as trolli, és a funkciója ugyanaz. Az, hogy el tudjunk vele jutni, és egyébként az lenne jó, ez volt az eredeti cél, voltak is ilyen tarifa lépések, de még maradt teendő etéren, hogy ennek teljesen integrálódjon a BKK tömegközlekedési tarifa rendszerébe a díjazása, a bérlete,
és azt remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig is, nagyon sok akadály van még előttünk, hogy regionálisan egy egységes tarifarendszer legyen, és a MÁVA volán a Bubi, a BKK trolija és busza egy szolgáltatási csomagként legyen igénybe vehető. Ebbe biztos, hogy kell kooperáció a szereplők között. Ami a szemléletformálást illeti, hagyj vegyem fel a másik munkahelyem sapkáját, és hagyj utaljak vissza Gábor előadására. Azért a közlekedési múzeum részéről igyekszünk ebben szerepet vállalni. Talán a közlekedési múzeum részéről 10 éve ilyen előadások, mint a mai nem készültek. És úgy fogjuk fel a szerepünket, hogy amellett, hogy persze nagyon érdekes a robbanómotor története is, de alapvetően egy budapesti székhelyű közlekedési múzeumnak ezekkel a típusú a közlekedés, az emberek élete és a város közötti kölcsönhatásokról kell beszélnie, és mint ahogy ezt pontosan láttuk ebbe az előadásba, a múlt sikerein és hibáin keresztül nagyon sokat meg lehet abból érteni, hogy mégis eligazodjunk a mai környezetben, várospolitikában. És azért a közlekedési múzeum, amikor még nyitva volt, a leglátogatottabb múzeuma volt a fiatalok iskolások körében az országnak, ez nem meglepő. Ez valószínűleg így lesz akkor is, amikor újra nyitunk majd Kőbányán. Nagyon szeretnénk, azon dolgozunk most, hogy egy olyan kiállításunk legyen, ami ezekre a közlekedéspolitikai kérdésekre fókuszál, és amellett, hogy ott vannak a régi járművek, és ezzel becsalogatjuk a legifjabb generációkat, ilyen típusú hátteret és összefüggéseket is meg tudunk világítani, ami szerintem egy elég fontos szemléletformálási tér és eszköz. A szemléletformálásnak pedig szerintem egy nagyon fontos, ennél sokkal, hogy mondjam, keményebb eszköze a KRESZ, és utalt erre a Kükü, ami az, hogy milyen közlekedési szabályok vannak, az, hogy milyen táblákat látnak az emberek, hogy mit tanulnak meg, amikor jogosítványt szereznek, vagy csak közlekednek a városban, annak van hatása a közlekedésről való gondolkodásunkra, szokásainkra is. Az, hogy a KRESZ módosítás, amelyet ugye Révész Máriusz kormánybiztos összefogásában próbálunk ennek most egy új lendületet adni több évnyi egyeztetés után, Kükőjékkel nagyon sokat dolgozunk ezen az elmúlt napokban, hetekben is, hogy végre bekerüljön a KRESZ-be a másfél méteres oldaltávolság, ami ott a laptopot hátoldalán, egy matricán látszik is, ez végre KRESZ-szerei kötelező szabály legyen, hogy létrejöjjön a kerékpáros utca intézménye, ami lényegében ugye a holland példa alapján egy kerékpáros prioritású, de utcaként működő közúti forgalom számára megnyitott utca, tehát nem sétáló utca. Az, hogy megjelenjen olyan lehetőség, hogy azt a kiegészítő jelzőt, hogy jobbra kanyarodni szabad, ez ugye egy zöld lámpa szokott lenni, miközben az egyenes iránynak piros van a jelzőlámpán, ez csak kerékpárosok számára stabil táblaként is egy állandó jobbra kanyarodási zöldként ki lehessen tenni, ami a Német Keresztben most bekerült nemrég. Ez például ilyen, vagy az, hogy a kötelező kerékpárút használat megszűnjön, és olyan helyeken, ahol a közúti forgalomban előnyösebb, bizonyos kerékpározó csoportok számára kényelmesebb a használatot, ez lehetővé váljon, vagy akár a dán-holland példákból ismert megemelt kerékpárút, mint forgalomtechnikai eszköz bekerüljön a KRESZ előírásai közé. Ezeken dolgozunk most, ez még nem egy elfogadott javaslat, van mögötte elég jelentős több tárca, több szakember, kormánybiztos támogatása, de még sokat kell azon dolgoznunk, hogy ezt, mert nyilván sok más vélemény is van a korábbi közlekedéspolitikának, a korábbi forgalombiztonsági felfogásnak, amely a kerékpárt inkább egy ilyen újonnan megjelenő plusz kockázatként azonosította sok évtizednyi teljes elfeledettség után, amiről ugye ma hallottunk. Nyilván ez egy jelentős szemléletformálás, amit itt is el kell végeznünk. Én nagyon bízom benne, és nagyon sokat dolgozunk azon a kollégáimmal, hogy ez sikerre jusson. Samuti, terveztek mondjuk egy kemény tévhitoszlató kampányt, amiben elmondjátok a kerékpározásra nyitott többségnek, hogy nem annyira para, mint amire gondolják? Mi tervezünk olyan kampányt, ami egyszerre szorgalmaz azt, hogy az emberek visszataláljanak a közösségi közlekedésre, mert fontos a kerékpározás, de a város egész a szempontjából most iszonyat fontos a közösségi közlekedés kérdése is, és rengeteget teszünk azért, hogy az újra biztonságos, illetve versenyképes legyen a más módokkal szemben. Ezzel együtt a kerékpározás is egy támogatandó, és támogatjuk is természetesen ilyen kampányok tekintetében is. És itt van is egy jó példa, amit talán a kormánybiztos úréknak a nevéhez kötődik ez a kerékpáros kampány, amit az elmúlt napokban indult a kerékpáros klub is népszerűsítette. Szerintem ezek tök jó példák, amik érdemes ezeket támogatni, és nekünk is ezeket továbbítani. Nyilván a fővárosnak limitált lehetősége van mondjuk oktatási tanrendhez, meg ilyesmihez hozzányúlni. Mi igyekszünk ezeket a kereteket tágítani más témában, de például
azt, hogy a közlekedési csúcsforgalmat ellaposítsuk és elhúzzuk azt, hogy ne 8 órakor induljon minden a városban. Ebben kezdeményezünk leülést oktatási szereplőkkel is, tehát mi igyekszünk ezen tágítani. Nyilván úgy, hogy nincsen a fővárosnál már oktatási intézmény, ebben korlátosak a lehetőségeink, de ezt igyekszünk minél jobban bejátszani. Egyébként valamit utaltál rá korábban, hogy vannak pénzhiányok, vagy mondjuk például most a gépjárműadó ugye elkerült a várostól, miközben fenn kell tartani az infrastruktúrát. Lehet ebből mondjuk a kerékpár egy marha jó menekülési eszköz? Nem kerül sokba végül is. Ilyen szempontból igen. A főváros útó költségvetési problémák túlmutatnak a kerékpáros infrastruktúrának a mértékén, tehát hogy ennél jóval nagyobb baj van most. Ilyen szempontból, hogy ezt így folytatódik, akkor néhány év és se kerékpár út, se BKV, semmi, tehát akkor lehúzzuk a rolót. Csak néhány szám, de tényleg most a járvány alatt a BKK... Most nem politizálunk, ez egy szakmai beszélgetés. Abszolút, de ezek számok napi 1 milliárdos, vagy heti 1 milliárdos veszteséget termelt a BKK. Most már kezd csillapodni, de hogy már most összeszedtünk 12 milliárd veszteséget csak BKK-ágon. Szóval igen, ilyen szempontból a kerékpározás előnyt élvez, mert olcsóbb megvalósítani ezeket a lehetőségeket, de természetesen korlátosak a fővárosnak a lehetőségei, és ahhoz, hogy tényleg komfortos, tényleg jó, mondjuk a nagykörút tényleg jó kialakítású legyen, és ne egy ilyen idéglenes valami, az már pénzkérdés, mert hozzá kell nyúlni, akkor ott aszfaltozni kell, stb. És ezt nagyon sok helyen kéne megcsinálni a városban. Egyébként jött kommentben, és most már nem fog nagyon sokáig tartani a beszélgetés, mindenkit biztatnék arra, hogyha kérdezne a jelenlévőktől, a Facebook, kerékpárosú Facebook oldalán az élő videó alá kommentben tud beküldeni kérdést, és nézem, igyekszem a témához kapcsolódva ezeket bemondani. Jött egy ilyen például, nagyon olcsó lehetőség lenne például a Szabadság hídon az autó forgalom helyére kerékpársávot tenni. Nagyon kényelmes lenne, lehetne egymás mellett beszélgetve kerékpározni, vagy egymást megelőzni, és talán a Szabadság hídnak is nem ugye az autóforgalom viszi el a legnagyobb kapacitását, hanem a villamos, akár a kerékpár, akár a gyalogos forgalom. Ezen gondolkodtatok-e már? Abszolút vizsgáltuk, volt ilyen terv. Ez megoldható, de megoldandó problémákat teremtene akkor, ha az autóközlekedés a villamos vágányokon történne. Ezt meg lehet oldani. Budapesten rengeteg ponton kell beavatkozni, ahol fontos beavatkozni. Ebben nyilván van egy prioritási lista, hogy a főváros hol változtat a forgalmi renden. Ebben mondjuk egy Nagykörút, vagy egy Üllőút, vagy egy Baross utca, ezeket sokkal fontosabbnak találtuk. Szemben mondjuk egy Szabadsághíd vagy Bajcsy-Zsilinszky úttal, ahol szintén lenne mit tenni, de alapvetően ma is megoldható a dolog. Tehát ebben van egy nagyon fontos prioritási dolog, és itt is látszik, hogy tényleg nem ilyen eszemeszett módon működik a főváros, hanem ezeket világos értékek és szempontok alapján priorizálva hajtja végre. Akkor még egy mentő kérdés, hogy a Lánchíd, hogyha nem sikerül felújítani, lehet-e belőle kerékpáros és tömegközlekedő híd? Az autóforgalom kizárásával volt egy ilyen egyébként Londonban, egy Lánchídhoz nagyon hasonló híd, amivel ez történt, bár csak ideiglenesen a felújításáig. Így van, de a Lánchíd felújítás az nem tűrhalasztás, tehát ez független attól, hogy milyen terhelést engedünk rá a hídra, ezt mindenképpen meg kell tenni. Ilyen szempontból, hogyha buszok rajta maradnak, az egy jelentős teher, és egyébként a tervezők szerint a mértékadó teher az abból származik, hogyha gyalogosokkal van tele. Tehát ez egy fura ezt elképzelni, de hogy az a mértékadó terhelés, hogyha mondjuk ott egy tüntetésen átvonulnak az emberek. Úgyhogy ilyen szempontból, bár lehet, hogy úgy tűnik, hogy a biciklis felvonulással nincs ekkor a probléma. Hát ugye nagyjából ott is előáll az a sűrűség, úgyhogy nem engednénk oda be egy iBike Budapestet. Ez most erre visszatérünk. Akkor térjünk át egy másik, van egy másik konfliktus terület, ami a kerékpározás nem konkrétan erről szól, de érinti. Hogy oldanátok meg a roller problémát? Szerintem a mikromobilitásnak mindenféle olyan eszköznek, ami azáltal került be az életünkbe, hogy olcsón van mobil adatforgalom, nagyon széles körben elérhetőek az okostelefonok, vagy legalábbis olyan telefonok, amiken keresztül egy appon egy ilyen eszközt ki tudunk bérelni. Ezeken keresztül fizetni is tudunk az internetnek és a telefonnak köszönhetően. Ehhez még járul egy műholdas hely meghatározás is, ami ma már a mindennapjaink része, hogy minden telefonban van, de 10 éve nem volt ennek ilyen realitása. Ezek így együtt azt okozzák, hogy ilyen eszközök tömegesen terjednek el. Talán nem kapcsoljuk mindig össze, de valójában
ennek a négy technológiai változásnak köszönhető a carsharing elterjedése is. Budapesten most már három szolgáltató is kínál ilyen gyorsan bérelhető autókat. A rollerek elterjedése, a bérelhető biciklik, Budapestre ez nem tört be igazán ez a forradalom, de ugye sok városban igen. Elektromos robogók megjelentek, ez már Budapesten is van, és aztán ki tudja, mi jön még, milyen, nem tudom, triciklik és egyéb eszközök fognak megjelenni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a jövő, mindenképpen nőni fog ezeknek a szolgáltatóknak is a száma. Most a járvány, mivel ezek nagyrészt piaci alapú magánszolgáltatók, a járvány különös erővel ütötte meg ezeket a cégeket világszerte, de ebben egy növekedés várható. Az alapvető kerékpáros infrastruktúra a főhálózaton azért is fontos, és a keresztmódosításban is érdemes e felé lépni, hogy erre tereljük rá ezeket az eszközöket. Tehát, hogy ahol van kerékpársávot, azt használják, ne a járdán keveredjenek a gyalogosokkal, és ne az autókkal az útpályán. Tehát e felé érdemes a szabályozásban... Nem lesz népszerű ezzel a Bajcsi-Zsilinszky úti kerékpárút használói között? Van ilyen. De nyilván infrastruktúra kérdése. De igen, tehát azt gondolom, hogy ez alapvetően a jövő, és ezeket az eszközöket érdemes kihasználni a városi infrastruktúráról való gondolkodásban is. Egy-két példát mondva ehhez, egyrészt a Bubi kapcsán gyakran megkaptuk, hogy miért nem tudom mennyire nehezek a biciklik, aminek van egy gumicsere oka, amit meg kell oldani, ez most talán megtörténik, és van egy másik oka, hogy ezek a biciklik kicsit megelőzve a korukat, ezt a fajta működést, amit mondjuk egy Lime Bike tud, nem a roller, hanem a bicikli rendszerük, vagy az ehhez, vagy akár a Donki Budapesten, ezt tudja ezek a biciklik, ezért lehet őket egy teli tároló esetén is otthagyni a gyűjtőállomás mellett, ezek erre alkalmassá lettek téve. Ilyen szempontból a Bubi Európa első ilyen rendszere volt, ami közberuházásban alkalmas volt arra, hogy akkor is le tudjuk tenni a biciklit, hogy egyébként tele van a gyűjtőállomás, miközben akkoriban Párizsban, Londonban a legnagyobb elégedetlenséget az okozta, hogy a teli gyűjtőállomások, a pályaudvarok, nagy csomópontok környékén elvették a kedvét az embereknek, ezeknek a rendszereknek a használatától, mert mindig kellett keresni egy másikat, ahol van hely. Érdemes akár a Bubit ilyen irányba fejleszteni, és szerintem abban van a városnak, szabályozóknak egy nagy felelőssége. Itt a város az ugye azért egy nehéz dolog, mert nagyon sok hatáskör ebben nem egy egységes főváros, hanem a kerületeknél van ma, akik eléggé, hogy mondjam, ellenállóak ennek a fajta forradalomnak, vagy ellenállónak bizonyulnak jelenleg. De a lényeg, hogy itt a szabályozónak azért van nagyon nagy szerepe, hogy azt lehessen biztosítani, hogy olyan helyekre is eljussanak ezek a mikromobilitási szolgáltatók, ahol a turisták sűrűsége vagy a laksűrűség ezt önmagában nem garantálja. Tehát, hogy például a kelenföldi vasútállomásnál is legyen ilyen-olyan akármilyen roller, bérelhető robogó, stb., hogy a nagy vasútállomásoknál mindig legyen. Tehát magyarul, hogy szabályozási eszközökkel arra ösztökéljük őket, hogy olyan helyeken is megjelenjenek, ahol a tömegközlekedéssel kombinálva válik értelmessé ez a szolgáltatás, és nem önmagában bizniszként. Illetve, és ez az utolsó mondatom ehhez, bocsánat, hogy a közterületeken, hogy legyen megfelelő hely ezeknek a tárolására, ez nagyon fontos. A Bubi egyébként talán, ha a Bubiban megkérdezzük, hogy mi a legnagyobb érték, lehet mondani, hogy a bicikliket már talán néha ideje lecserélni, most még ugye egy javításuk történik, hogy a szoftver vagy az app elavult, ez biztos, hogy a márkanév erős, az egyébként tényleg erős, de a legnagyobb érték ma Bubinál, hogy ez a több mint 100, vagy most már több mint 150 gyűjtőállomás megvan. Ezeken a helyeken nem autók parkolnak, nem folyik arról társadalmi vita, hogy lehet-e nekik helyet kiszakítani. Ez a hely, ez megvan. És remélhetően még több lesz. Ezt a logikát érdemes lenne a mikromobilitásnál is átvenni. Ha elmegyünk Madridba, Párizsba, Lisszabonba, azt látjuk, hogy lényegében minden sarkon ott vannak azok a pontok, nagyrészt egy-egy autónyi parkolóhelyet elfoglalva, ahol ezeket a rollereket le lehet, meg egyéb ilyen eszközöket le lehet tenni, és aztán ki lehet bérelni, azzal, hogy viszont a város szabályozással tiltja, hogy a járda közepén fejezze be valaki a bérlésüket. Budapesten ma ilyen szabályozás nincs, ehhez nyilván kerületek, főváros és bizonyos szabályozói körben az állam együttműködése kell. Szerintem ezt meg kell lépni, mert amint ez a forradalom újraéled a vírus után, ez egy nagyobb probléma lesz, mint eddig volt. Én egy aktív Lime felhasználóként azt mondom, hogy szerintem zseniális maga ez a termék, és az is, ahogy gyakorlatilag a mobiltelefonomon szervezem a saját közlekedésemet egyre inkább, és ez a, de ennek így ugye hogy az előzménye talán, vagy az első az a futárrendszer, de azon kívül is rengeteg dolog, alkalmazás és eszköz kapcsolódik ehhez.
Egy kicsit úgy éreztem, amikor megjelent a roller, hogy így megkönnyebbültem, mert amikor elmentünk Tarlós Istvánnal tárgyalni, akkor már rollerről volt első sorban szó, első ilyen negatív ítélet, és a kerékpár az egyszerűen hátrébb sorolódott, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen előítéletben a roller leváltotta a kerékpárt, miközben szerintem nagyon-nagyon hasznos eszköz. Tehát, hogy egy olyan dolog, ami semmivel nem pótolható, én nem osztom az ellenzéki és kormánypárti polgármesterek egy-kettő belvárosi által ilyen választott utat, hogy mindenképpen szabályozni szeretném a lerakás helyét. Szerintem az egyik legnagyobb vonzerő az, hogy elképesztően jól szétterül, és gyakorlatilag nincsen kötve a pontokhoz, hanem a mobilomon nézem meg azt, hogy hol van szabad eszköz, és azt szerint választok. Ez egyébként itt Amerikában ez egészen odáig ment, hogy mondjuk a városokban ezeket egy abba kényszerítették, vagy nem is tudom, és a robogót, a limót, vagy a lime-ot, meg nem, tehát ezek mindet mondjuk egy abban látod, akkor azonnal tudsz közöttük a legközelebbihez rá tudsz menni, perceket nyersz ezzel is. És azt egy kicsit képmutatásnak érzem, hogy a véletlenül vagy direkt felrugott lime rollert, azt értem, hogy egy felkiáltó jelként van ott, hogy sose volt itt, és most itt van keresztben egy vasdarab, de azért lássuk be, hogy mondjuk a belvárosban halszáka alakú parkolók vannak felfestve a járdára, a egy méterre a házfalaktól, teljesen normális dologként látjuk. Tehát ránézünk, és semmi nem jut eszünk be róla. Miközben egy egész háztömb sorban gyakorlatilag, mit tudom én, 300 négyzetméter, 400 négyzetméterről beszélünk, hogyha ugyanezen ezen a utcafronton egy lány el van dőlve, azon nagyon megakad a szemünk. De én azt gondolom, hogyha ezek a járdák olyan méretűek lennének, ami egy ilyen nagyváros belvárosában emberbarát és indokolt, akkor oda dobhatnám le a lime-ot, és ott dőlhetne fel, ahol akar, egyszerűen nem is jelentene problémát. Samuti, terveztek valamit egyébként a parkolással, most nem a parkolóórák stb. Kérdéséről, hanem mondjuk hosszabb távú fizetős időszakok hétvégén is, és hosszabb távon azt, hogy ne legyen emberi jogként felfogva, hogy én a magán tulajdonomat, ami egy szobaányi helyet elfoglal, gyakorlatilag ingyen tárolhatom, én mondjuk 2000 forintért egy évben, az utcán. És mindez például segítse egy olyan rendszer, hogy az újépítésű lakóházakban például kerékpárparkolót is kötelező legyen építeni. Kicsit komplex kérdés volt. Abszolút igyekszünk ehhez hozzányúlni. Most ugye erre a főpolgármester a múlt héten már beszélt is, elmondta, hogy milyen irányba gondolkodunk. Alapvetően az, hogy egy progresszív díjazási rendszert vinnénk be, az is azt ösztökéli, hogy gyorsabban fluktuálódjon, cserélődjön a parkolóknak a használatát. Az, hogy alapvetően véges számú kevés parkolóhely van, és azoknak is a nagy részét egyébként a lakossági engedéllyel parkoló foglalják el, a maradékon lehetőleg lehessen normálisan parkolni. És aztán azt, hogy hogyan tudjuk azokat a célokat elérni, hogy egyszerre lehessen rendezni a lakossági parkolásnak a feltételeit, hogyha valaki be kell jönni autóval, mert van olyan, hogy az a legpraktikusabb eszköz, akkor számítson arra, hogy mondjuk meg tud állni inkább a főutak mentén, mint hogy a mellékutcába kelljen körözni. Az, hogy igen, felszabadítsunk közterületet azért, hogy ott fákat lehessen, szélesebb járdákat, stb. Lehessen csinálni, és hogy rendezettebb legyen, és én ebben a én alapvetően inkább, amit a Dávid mondott, azzal nagyjából egyetértek a mikromobilitás kérdésében. Ezt kell csinálni, ezt fogjuk csinálni. Szerintem a kükkűre annyit érdemes reagálni, hogyha ez megfelelő sűrűséggel van. Háztömbönként van egy ilyen mobilitási pont, akkor nem veszítesz annyit rajta, hogy ahhoz képest, hogy bárhova lerakhatod, mert akkor az viszont egy kiszámítható rendszer, hogy tudod, hogy 100 méterenként, 200 méterenként van egy ilyen pont, és ott megtalálod. Szóval, hogy ezt a köztet használatot is rendezzük, és ne legyen szétdobálva mindenféle tárgy a járdán. Ezt így egységesen kell megteremteni, szerintem erről szól az egységes parkolásnak a rendszere, még amellett, hogy az ügyfél felhasználási oldalról egységes legyen ez a szisztéma. Ebben a főváros elindul, és bízunk benne, hogy rövid távon lesz ennek eredménye is. Jó, hát én azt hiszem, hogy nem nagyon jött kommentben új kérdés. Bennetek maradt-e valami?
Nekem abszolút közben szolgálati közlemény utána kérdeztem gyorsan. 4-es-6-ossal az van, hogy amikor felújítás van, akkor mindig belenyúlnak a lámpaciklusba. A tájékoztatás alapján 2013 óta így van mindig, ezt nyilván Dávid is meg tudja erősíteni. Tehát, hogy ami most van változás, az abszolút a felújításhoz köthető, és amint vége van a dél-budai vágányzárnak, akkor visszaáll minden a normális kerékvágásba. Legyen így, mondjuk ez akkor volt szokás, amikor a felújítás a pesti belvárosi szakaszon van, ahol ez kritikus. Ugye Budán eddig se volt ez a lámpaprogram egy kritikus kérdés, mert nem is úgy működött, mint a pesti belvárosban. Most azért egész Pesten úgy járnak a villamosok, mint ahogy szoktak, sőt még talán a 2 perces követés is megvan még mindig. Tehát most azért ez egy elég szerintem rossz döntés, de örülök, hogyha ezt visszaállítjátok. Amit pedig szerintem összességében én szerintem az alaptézis, amivel a Kükü kezdte, hogy Budapesten a közlekedésben, nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy drámai a helyzet, talán ezt mondtad. Ugye most egy picit a járvány ebbe adott egy levegővételnyi időt, hogy nem érezzük ezeket a problémákat talán annyira minden nap, bár most, hogy itt az autóforgalmat láttam ma délután, azért az már elég vészesen nézett ki. De való igaz az, hogy bár számos tömegközlekedés fejlesztés történt az elmúlt 10 évben, Samu megtette helyettem, hogy ezeket felsorolja, hogy mik történtek, és az elővárosi forgalomban is azért számos új motorvonat jött, esztergomi vonalon, fehérvári vonalon megtörtént a felújítás, Pusztaszabolcs 60 felé, most is zajlik, jönnek az emeletes motorvonatok, és így tovább. Azért összességében az a helyzet, hogy 20%-kal megnőtt Budapesten és az agglomerációjában az autók száma. 1 millió autó volt 2010-ben nagyságrendileg, és 1 millió 200 ezer volt tavaly év végén, és most ebben nyilván fog ez az egész járványhelyzet, meg a gazdasági bizonytalanság, ami vele jár, egy átmeneti megtorpanást hozni. De ezt az átmeneti megtorpanást szerintem nagyon fontos arra használnunk, hogy rögzítsük, hogy a helyzet ilyen szempontból, tehát az autóforgalom tekintetében egy romló tendenciát mutat. Ez nyilván a jövedelmek növekedése is táplálta, a budapesti, a turizmusból eredő ingatlanár növekedés is táplálta, ami a kiköltözést növelte meg, és így tovább. Budapest gazdasági erejének talán a fokozódó növekedése is okozta, ami még erősebb mágnes hatást hozott a határokon is túlnyúlóan néha, de mindenképpen Magyarországon belül. Tehát ezek a hatások érvényesek, ezek nem változtak meg. Abban bízom, hogy most az általában a gazdasági környezetet tekintve, hogy azért a járvány előtti vonalakra vissza fogunk hamar térni. Ez pedig azt jelenti, hogy itt sebességet kell abban váltani, hogy az autóforgalomnak ezt a fajta növekedését Budapest és egyébként az egész központi régió működőképessége érdekében meg tudjuk állítani, vagy legalábbis lassítani tudjuk. Ehhez nagyon kell az, amiről az elején beszéltem, hogy az elővárosi vasútra, hévre egy egészen új volumenű figyelem és projekt és beruházás és egy teljesen új stratégia készüljön. Ezen dolgozunk most, ez teljesen összhangban van azokkal a célokkal, amikről ma itt kerékpározás és budapesti mag forgalomcsillapítás kapcsán beszéltünk. Szerintem ezt érdemes ebben a körítésben, vagy ebben az összefüggésrendszerben nézni a következő hetekben, hónapokban. Sokat szeretnénk erről beszélni, és több ilyen beruházás áll az indítás küszöbén. Abban egyébként lehet bármikor a jövőben olyan még, hogy beszálljon az állam valahogy a tömegközlekedésbe? Már nem csak a saját, hanem a városokéba? Hogy ez már, hát beszáll, ez már tehát egy... a vasút, bár nem visz óriási szerepet, de azért ma is jelen van Budapest közlekedésében. A Budapest bérletet ugye kiterjesztettük 10 évvel ezelőtt az összes ilyen mávos és volános szolgáltatásra. Hogyha megépül például a déli körvasút, és létrejönnek az új megállók Budapesten, ugye az Infoparknál tervezünk egy új megállót, a Közvágóhídnál, a Műpa oldalába, és a Népliget néven, a Népliget hátsó sarkánál, az Üllői útnál, és ott a körvasúton 4 óránként fognak járni elővárosi vonatok, amik Érd, Budafok, Kelenföld felől, megállva ezekbe a fontos budapesti csomópontokba, aztán elkanyarodnak például Kőbánya-Kispest és a Reptér felé. Ezzel Budapesten jelentősen megnőhet a vasút részaránya a tömegközlekedésen belül, ha eléri a repteret a vasút azzal is, ha pedig a hévek
ezt a mai ilyen egy tengelyen való behordási szerepüket túllépve képesek a város közlekedésébe bekapcsolódni érdembe. Ugye ennek az első projekteleme, amin most gőzerővel dolgozunk, az a Ráckevei hévnek, ami szintén 40-nel döcög, a felújítása, elérni azt, hogy 80-nal menjen, pont ahogy a Kükü mondta, és a Csepeli hévvel együtt ez a föld alatt elérjen a Kálvin térig, azzal megduplázható a hévek utasszáma, a mai ilyen 60 ezer körüli napi utasszám 140 ezerre nőhet a modellezéseink szerint. Tehát azt látjuk, hogy ezek az elővárosi vasútvonalak, hogyha fejlesztjük őket, akkor körülbelül dupla annyi embert tudnak behozni az agglomerációból, mint ma, és négyszer akkora szerepet tudnak vállalni a budapesti közlekedésben, mint ma, ahhoz képest, hogy azért például a hév ma is jelentőset vállal, mondjuk a Szentendrei hév Békásmegyeri lakótelepre, hogyha gondolunk, négyszer akkora. Tehát abszolút van ilyen szándék, és nyilván ez minden tengelyen, ahol a vasút bejebb jön a városba, és megáll a fontos csomópontokon, megáll egy Káposztásmegyeri lakótelep mellett végre például, majd a Váci vonal, ezek mind-mind egyre vezetnek. Ennek a korona ékszere egyszer a jövőben az a vasúti alagút tud lenni, ami összekapcsolja a keleti és nyugati vasúti vonalcsoportokat, és létrehozza azt, hogy az elővárosi közlekedés tényleg ugyanúgy integrálódjon Budapest közlekedésébe, mint hogy mondjuk az S-Bahn rendszerek a német-osztrák városokba, vagy az RER Párizsba. Ez egy sokadik lépés, ennek most elindítottuk az előkészítését, de azt nem állítom, hogy ez mondjuk 5 éven belül, amit az elején kérdeztél, meg fog valósulni, de a vasútfejlesztés olyan műfaj, hogy érdemes évtizedes távlatban előre tervezni, tudni, hogy hova akarunk eljutni, és a vasúti alagút ennek a víziónak az egyik nagyon fontos eleme. Samu akart reagálni, ezt utána egy záró kérdéssel készülök még. Igen, szerintem ezek nagyon jó projektek, és tök jó, hogy a kormány ezzel hozzáteszi magáét a Budapestnek a közlekedés fejlesztéséhez, és ez teljesen ki tudja egészíteni a fővárosi önkormányzatnak a feladata, miközben ezek a nagy projektek elkészülnek és beérnek, addig mi meg a városnak az élhetőségét, azt, hogy hogyan gondolkodunk a közterekről, hogy azok ne autóközpontú, hanem emberközpontú közterek legyenek, ezt tudjuk hozzátenni, és a kettő ez együtt tud működni, és akkor lesz igazán sikeres. És ebben igazából az a vicces, hogy azok a célok, amiket most mi kitűzünk, ezek nem új célok. Itt van pont a nézők között az újságíró, aki viccesen megkérdezte tőlem, hogy akkor mi a tarlós tervet valósítjuk-e meg, mert tulajdonképpen ezek ugyanazok a számok, amik 2013-ban, 2019-ben elfogadásra kerültek, és mi ezzel az úton indulunk el, és várjuk azt, hogy Budapestek ebben csatlakozzanak, de a kettő az együtt tudja kiegészíteni egymást, a kormányzati rész, meg nyilván az önkormányzati rész. Hát akkor igazából most kaptunk egy elképesztően komplex csomagot, vagy összetevői, nem is tudom, listát, amiből mondjuk megfőzhetjük ezt a biciklis levest Budapesten. Volt benne kerékpársáv, agglomerációs, külvárosi ingázás, ami inkább jobb lenne, ha tömegközlekedéssel és kerékpárral folyna, városi forgalomcsillapítás, szemléletformálás, népszerűsítés, különböző modern, új mobilitási eszközök. Akkor látjátok azt, hogy 2030-ra elérjük azt a 10%-os kerékpárarányt ezekkel, amit most itt felsoroltunk, mindannyian hitet tettünk mellette, egyetértettünk, meg fog történni? A járvány alatti számuk azt mutatják, hogy felment 6%-ra egyébként már. Ez most nyilván egy idéglenes állapot, összezsugorodott a teljes mobilitási volumen. Tehát, hogy hirtelen megháromszoroztuk a kerékpározás arányát. Szerintem 2030-ra elérhető, csak az fontos látni, hogy azóta, hogy ezek a számok kilettek tűzve 13-14 körül, 13 óta, nem egy szép fokozatos úton vagyunk ebbe az irányba, hanem pár év után drámai változások történtek rossz irányba. Egy pár napja volt egy prezentáció, Dávid el is csodálkozott, vagy meg is kérdezte, hogy ezek a számok igazak lehetnek. Mi a BKK-t, ezeket a számokat kapjuk. 2 év alatt a közúti forgalom az meg másfélszereződött Budapesten az aránya. Ez egy drámai dolog. És most már nem csupán arról beszélünk, hogy a 13-as bázisról érkezzünk el 2030-ra ezekre a számokba, hanem egy rosszabb bázisról. Más tendenciákkal. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy igen, tehát nekünk ennek kell lennie a célunknak, ezt kell elérnünk, és el is lehet érni, de ehhez az kell, hogy összehangoltan önkormányzat, kerületek, illetve a kormányzat együtt tudjon működni, de röviden, igen. És a civilek? Én azt szeretném hozzátenni, hogy a 10%-ot az bejelentette Hagyó Miklós annak idején 2015-re, tehát ezért én nagyon, nagyon tartok attól a jelenségtől, ami általában az ilyen céldátumokat körülveszi, hogy ugyan
egy ambíció van mögötte, de a lényegi gyakorlati tartalma az az, hogy 2030-ig ráérünk. Tehát, hogy ezért most teljesen más szemlélet kell. Amikor Karácsony Gergelyen leültünk tárgyalni az év elején, akkor ezt direkt ki is emeltük, hogy igazából mi egy ütemezett megoldásban lennénk érdekeltek, meg azt szeretnénk látni, tehát a 2030-as cél érdekében 2020-ban, 21-ben meddig jutunk el, és ebben az évben mit teszünk. Nagyon fontos az összeredmény, és nyilván az lesz a vége, de hogyha ez nem ambiciózus 2021-es célok, részcélokkal fog járni mondjuk, akkor az egész elkezd így összesűrűsödni, és aztán kipukkad. Tehát, hogy nem fog tudni megvalósulni, és az a baj, vagy jó, vagy nem tudom, hogy a körúti példa az így előrevetítette, hogy most ezek jönnek, tehát, hogy most jönnek azok a dolgok, amik nem történtek meg gyakorlatilag mondjuk 20 év alatt, azért, mert elért minden egy ilyen kritikus pontig, amikor már ütközet jött volna belőle, és most ezek a pontok maradtak összetorlódva, tehát nem mondjuk egy-kettő megvalósult azért mondjuk a körúton, de a Kiskörúton vagy a Bartók Béla úton, és van egy-két dolog, és nagyon kell örülni nekik, mert olyan azért nem lesz soha, hogy beszántanak egy biciklisávot mondjuk, tehát én nagyon örülök, hogy egy valami megvan, akkor azt így megvan. Tehát, hogy akkor azon túl megyünk, és akkor a következő cél. De összességében azt gondolom, hogy a belvárosnak a forgalom csillapítása is egy dolog, meg az, hogy egész Budapest tudjon biciklizni, elérhesse a belvárost, ez egy nagyon költséges, nem olyan, de látjuk a kerékpáros klubnak a kérdőíveiből, hogyha megkérdezzük, hogy mit szeretnénk, akkor a körutat mindenki beteszi, mert ezek ilyen fontos dolgok, de hogyha azt nézzük, hogy a tömegeket mi érint, akkor a sugárutak lesznek, és az Üllői úton meg kell ütköznünk a 19. kerületi szakaszán, meg a 18. kerületén, meg nézzük meg a Nagykörösi utat, ami említve volt, vagy mondjuk a Soroksári utat, ez mind egy iszonyatosan nagy meccs, és ezeket le kell focizni gyakorlatilag 21-ben, 22-ben, 23-ban, és én nagyon drukkolok, hogy ezek így megvalósuljanak. Rossz előérzetem van, az a baj, hogy én úgy gondolom, hogy legalábbis Kínából olyan adatok jöttek, hogy az autóvásárlás elképesztően megugrott a nyitás után, tehát a használt autókat tömegesen vették az emberek, és gyakorlatilag visszatért az addigi autóértékesítési számok fölé, és azt gondolom, hogy van egy másik tendencia is az, hogy van ilyen mondás, vagy nem tudom, hogy pszichológusok szokták, hogy ha 30 napig csinálsz valamit, akkor az a szokásoddá válik. Hát most gyakorlatilag hónapokig csinálhatunk tömegközlekedés nélküli életet, és ez egy kicsit nekem egy nagyon bajos árny, hogy vajon hozzászoknak-e az emberek a tömegközlekedés nélküli élethez? 10% kapcsán szerintem Budapestnek a történelmi városmagjában ez vagy majdnem megvan, vagy legalábbis biztosan elérhető cél 2030-ig. De nem volt, jó időben mondjuk így nem voltunk ettől már távol, talán 5 éve sem. Tehát valószínűleg most ez például biztosan megvan ebben a járvány utáni helyzetben. A külvárosok és az agglomeráció egy fő kérdés, és szerintem ez a mai beszélgetés talán azzal eznek a 10%-nak a fényében azzal az összegezéssel zárható is, hogy ha igaz az, hogy, és már pedig igaz, hogy a 3 autóból egy Budapesten az agglomerációs ingázás miatt van az utakon, akkor anélkül, hogy erre választ találnánk, pusztán a közterületek átrendezésével ez a 10% nem lesz elérhető. Tehát kell érdemben ennek az... És ugye Budapesten belül azért vagyunk mindig könnyebb helyzetben, mert mindig lehet azt mondani, hogy hát van tömegközlekedési alternatíva, ami egy-egy kivételtől eltekintve Budapesten belül azért igaz is, hiszen egy nagyon erős, történelmileg erős, és aztán az elmúlt években is fejlesztett tömegközlekedési hálózat van. Az agglomeráció esetében sokszor nem igaz. És persze lehet ilyenkor azt mondani, hogy vagy vannak, akik azt mondják, hogy hát minek költözött ki, oké, de aki kiköltözött, az nem fog hirtelen úgy dönteni, hogy akkor eladja a családi házát, és emiatt beköltözik. Nem látunk ilyen tendenciát a dugók és a megnövekvő menetidők ellenére sem, és ez a home office terjedés, ez valószínűleg még inkább azt a fajta életmódot, amiben egy-egy napot az ember otthon marad ilyen helyeken, és kevesebbet jár be a városba, ezt ugyan támogatni fogja. De összességében az, hogy Budapesten belül a mobilitásban, az Alacskai úti lakótelepen és Békásmegyeren
és a Budafok nagytétényben is 10% legyen a kerékpáros részarány, ahhoz az kell, hogy átfogóan az elővárosi ingázást tudjuk tömegközlekedésre és azzal kombinált kerékpározás felé vinni, ez pedig nagyon sok beruházás, akarat és pénz kell. A Soroksári út egyébként egy ilyen lehetőséget biztosan megnyit a HÉV projektben, ugye, hogy a Ráckevei HÉV eléri a Kálvin teret, és nem 40-nel fog menni, hanem új járművekkel, akadálymentesen, normális sebességgel, az kiváltja lényegében a 23-as buszcsaládot Pesterzsébet felől, tehát a Soroksári út mai buszsávjának a kerékpár sávvá alakításának megnyílik a lehetősége, ezt a HÉV tervezésében a BFK nyilván a fővárossal együttműködve vizsgáltatni is fogja. Na hát akkor azért remek visszautalás volt Zsigmond Gábor előadására, ahol ugye már elhangzott, hogy a 30-as években is tervezték például a Soroksári út kerékpár útjait. Hát szeretném megköszönni először is nektek, hogy elvállaltátok ezt a párbeszédet, és tudtunk beszélni a kerékpározás jövőjéről is Budapesten. Újra Zsigmond Gábornak, aki az elmúlt 100 évről beszélt. És nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy ennyien eljöttetek, és ilyen sokáig kitartottatok, még így is, hogy már kezd hűvösebb lenni, meg szól a zene, mindjárt ránk sötétedik, ebben nyilván segít a nyár, sokáig világos van. Szeretnénk a Kerékpáros Klubnál szervezni a jövőben is hasonló találkozásokat, beszélgetéseket, előadásokat. Van nagyon sok ötletünk. Például a Kükü szeretné egyszer előadni, hogy ő miért megy át a piroson. Ja nem, az nem az. Szóval a Kerékpáros Klubnál azért dolgozunk továbbra is, amit László János is mondott, hogy ahol jó élni egy olyan városért, és ebben a bicikli, ez az egyszerű eszköz, ami az utóbbi 150 évben nem sokat változott, egy nagyon sokat tud nekünk segíteni. Újra bátorítanék mindenkit, hogy csatlakozzon a Kerékpáros Klubhoz, akár támogató tagként, de hogyha már be is lépett, akkor egy Kerékpáros Klub területi szervezetet keressen meg, minden kerületben ott vagyunk, aktívan lehet tenni azért, hogy a környezetünk kerékpározhatóbb legyen, elérhetitek a Facebook oldalunkról ezeknek az oldalait, csoportjait, levelező listáit. Van egy Facebook oldalunk, az iBike Budapestet tudjátok Instagramon követni, ibike.bp, illetve van egy hírlevelünk is, aminek itt ment körbe egy feliratkozó íve, de a kerékpárosklub.hu/hírlevél oldalon fel tudtok iratkozni, ott legfrissebb híreket mostanában olyan negyedéves gyakorisággal küldjük. Úgyhogy maradjatok még akár sokáig, remélem, hogy itt tudnak maradni velünk a vendégeink is. Nagyon sok kérdésre nem adtunk választ, viszont készült felvétel a beszélgetésről, úgyhogy nagyon sok mindenre vissza tudunk kérdezni később a következő években. Köszönjük, hogy itt voltatok!